Napot kívánok! Mindenkit szeretettel üdvözlök. Új Zsuzsanna vagyok, a Magyar Természetvédők Szövetségénél dolgozom természetvédelmi programfelelősként. És arról fogunk most beszélni, hogy hogyan tudjuk az intézményünkben megőrizni a biodiverzitást. Tehát itt a zöldítés ebben a programban elsősorban a biodiverzitás, az élővilág megőrzésére koncentrál ez a program. Tehát azt mindig halljuk a hírekben, hogy milyen súlyos probléma a biológiai sokféleség csökkenése. Bár ugye a klímaváltozással kapcsolatos információk sokkal inkább jelen vannak a közbeszédben, és a klímaváltozáshoz képest úgymond kevesebb szó esik a biológiai sokféleség csökkenéséről. Ez a két dolog szakmailag külön válik, de hát nyilván millió ponton összefüggésben van egymással ez a két dolog. És én hoztam néhány adatot, így ijesztgetésképpen arról, hogy milyen súlyos a helyzet, de ígérem, hogy csak egy dia erejéig fogok erről beszélni, hogy ne szomorúan menjünk haza. Tehát 1 millió állat és növényfajt fenyeget jelenleg a kipusztulás veszélye. A szárazföldi élőhelyeinknek körülbelül a 75%-át már jelentősen módosítottuk. Az édesvízi élőhelyeinknél nagyon súlyos a romlás, 85%-a eltűnt. Az őshonos fajok egyed száma átlagosan legalább 20%-kal csökkent az utóbbi 100 évben. 1975 óta 45%-kal növekedett a fakitermelés, és nem tudnak az erdeink megújulni olyan tempóban, amilyen tempóban felhasználjuk a fát. Nagyon súlyos probléma a talajromlás. Ez a termőföldjeink jelentős részét, hát itt sokféle becslés van, de ilyen negyedét, felét jelentős mértékben érinti. Nagy probléma az, hogy a háziasított és hasznosított növényeknek a sokfélesége is csökken. Részben fajok eltűnnek, és fajok, fajták eltűnnek, és nagy probléma az is, hogy genetikai sokszínűsége is csökken azoknak, amik azért megmaradnak. Az, hogy kipusztulnak a fajok, ennek van egy természetes rátája, ez egy olyan évi 1-5 faj szokott kipusztulni, tehát ugye ez az alapérték. Most mégis ennek van, hogy a 100-szorosát, vagy 10 000, egyes becslések szerint 10 000 szeresét tapasztaljuk meg. Az Európai Unióban 1980 óta a szántóföldi madárfajoknak a populációja, tehát a mennyisége 55%-kal csökkent. A mezei pillangóké 39%-kal. Összességében az állati populációknak a 68%-át veszítettük el világszinten. Európában ez az érték 24%, ez az elmúlt 50 évre vonatkozik. Azt tudjuk, hogy a beportás jelentős mértékben felel azért, hogy élelmiszert tudjunk termelni, tehát ez egy nagyon fontos előfeltétele. Ez körülbelül ilyen, hát egyes becslések szerint a hasznosított növényeink 2/3 esetében, vagy 80%-a esetében, tehát nagyon jelentős gazdasági problémát okoz az már most, hogy a beporzóink eltűnnek. Itt ezen a dián, ugye nem tudtam ezt a sok információt mind feltenni egy darab diára, úgyhogy itt egy példát hoztam, ez az, hogy az ideális helyzetben egy ilyen mozaikos tájszerkezet van, amiben helye van a településeknek, helye van a védett területeknek, és helye van a mezőgazdaságnak is, és ezek egyre egyszerűsödnek, egyre egyszerűbbé válnak, egyre nagyobb teret kap a monokultúra, és hogy ez milyen mértékben csökkenti a fajok számát egy adott területen. De beszéljünk a városokról, hiszen ez egy fővárosi program. Itt a városok kapcsán ugye sokszor ez a zöld infrastruktúra elnevezés merül fel, ezt halljuk több helyről. Ebben a zöld infrastruktúrában minden beletartozik, ami tulajdonképpen ilyen zöld felület, zöld terület, ebbe beletartoznak védett területek a város környékén, fasorok, parkok természetesen, és ugyanúgy a magánkertek is például. Tehát úgy
összességében mindent, ami potenciálisan élőhelyet jelenthet a vadvilágnak. Azt láthatjuk, hogy Budapest nem áll túl jól ebben a tekintetben, mert a zöld területe meglehetősen kevés rész zöld a más nagyvárosokhoz képest. És van még egy olyan probléma is vele, hogy ez a zöld területi ellátottság Budapesten nagyon szélsőséges, tehát úgymond koncentráltak ezek a zöld területek bizonyos helyeken, és más területekkel pedig egyáltalán nincsenek zöld területek. Nagyon hiányoznak azok a zöld folyosók, amik összetudják kötni ezeket a zöld területeket. És ez a program, amiben önök most részt vesznek, és amiben az iskolák részt tudnak venni, az az, hogyha van bármilyen kert, udvar, ahol potenciálisan lehetőség van valamilyen zöld terület létrehozására, akkor ennek a létrehozásával, a fejlesztésével ennek a zöld infrastruktúrának tudnak a részeivé válni. És ez egy ilyen erősíti ezt a zöld infrastruktúra hálózatot a városi környezetben. Egy ilyen iskolaudvar, egy zöld iskolaudvar, úgynevezett, úgy hívják, hogy lépőkőként tud szolgálni a fajok számára, és védelmet tud nyújtani nekik ebben a számukra rendkívül kedvezőtlen, lebetonozott városi és rossz klímájú környezetben. Itt van néhány példa ezen az ábrán, hogy amit az imént felsoroltam, hogy mit is jelent tulajdonképpen a zöld infrastruktúra, melyek az elemei. Itt kiemelném azt, hogy ugye itt írja is a kép, hogy egy park, de akár egy magánkert, itt ugye azt írja, hogy egy ilyen üzleti park, vagy egy irodaháznak a megfelelően kezelt és fenntartott kert, de ugye ez lehet akár egy iskola is, egy intézmény is, az milyen fontos része a zöld infrastruktúrának. Nagyon népszerű ezek a zöldítő programok az intézményekben, az a tapasztalatunk, most is hatalmas túljelentkezés volt, ezért igyekeztem úgy felépíteni ezt az előadást, hogy akikhez nem tudunk most kimenni kapacitás hiányában, ők is el tudják kezdeni ezt a programot, mert igazából mi nem kellünk hozzá, ezt alapvetően akarat kérdése, és hogyha van erőforrás, ha vannak lelkes emberek, akkor nagyon nagy változást lehet elérni egy intézmény életében, és nagyon is hatékonyan lehet a biológiai sokféleséget megőrizni. Három dolgot szeretnék kiemelni, ami szerintem nagyon fontos, és mindenképpen így hosszú távon megalapozza azt a zöldítési folyamatot és az élő világvédelmét az udvarban. Az egyik az maga a talaj. Nagyon intenzív az a folyamat, és nagyon erőteljes, hogy mindent leburkolunk a városokban, és a városokon kívül is sokszor. És ez azért nagy probléma, mert a talaj az élővilág és az életnek az alapja. Sőt, olyannyira az alapja, hogy a talaj az nem csak egyszerűen egy hely, ahol így vagyunk, vagy amiből kinő a fű, meg a fa, meg a virág, hanem az egy nagyon is fontos élőhely. Olyannyira fontos, hogy gyakran annak a biológiai sokfélessége, tehát azok az élőlényeknek, fajoknak a száma, diverzitása sokkal magasabb, mint ami a föld felszín fölött van. És ahhoz, hogy ezt a diverzitást, ezt a sokféleséget a talajban fenntartsuk és fejlesztünk, ahhoz arra van szükség, hogy ne legyen vízzáró burkolat a talajon. És ennél még egy fokkal jobb, hogyha valamilyen vagy növényel, vagy valamilyen mulcsal, tehát egy ilyen fedő szerves anyaggal le van fedve a talaj. Tehát ez egy nagyon fontos része. Ugye itt a talajban baktériumok, fonálférgek, ugróbillások, atkák, százlábúak élnek elsősorban, és ugye emlősök csak kisebb mértékben. És ez a változatosság kulcsfontosságú. A példa, amiket hoztam itt az ábrán, az egyik Japánból van, a másik az USA-ból. Ugye itt látszik, hogy így ilyen fakéreg múlcsal van borítva maga az udvar teljes egészében, tehát ez rendkívül jól táplálja a talaj életet, és még úgy is nagyon jó, hogy nyilván egy iskola udvaron
hihetetlenül nagy a taposási jellegű bolygatás, és ez mondjuk nem, ez mondjuk nyilván a növények számára egy nehezített feltételt jelent. De ezzel a fakéreng múltsal nagyon jól lehet ezt kompenzálni. A másik az egy esőkert, ami Japánban készült, és hát szépen látszik, hogy 10 év alatt a betonból egy ilyen nagyon szép zöld területet tudtak az iskola udvarán létrehozni. Igen, itt az imént, amiről beszéltem, ez a talajéletnek az elképesztő változatosságát jeleníti meg egy icipici föld darabban is több millió, 50 kilométer gombafonal található, és hát rengeteg több milliárd kis élőlény, több tízezer faj, mondjuk baktériumokból például. Itt láthatóak ők, fotón. A második pont, amit kiemelnék a burkolat után, az a változatos élőhelyek kialakítása növényekkel és mesterséges kiegészítőkkel. Itt ugye sokszor az embernek a fejében ezek a mesterséges eszközök vannak, hogy a madárodú, a méhecske hotel, de igazából ennél sokkal, sokkal nagyobb jelentőségű az, hogyha a kertet egy ilyen szelíd módon tudjuk fenntartani. Itt ebbe beletartozik az, hogy legyen, hogy hagyjuk ott mondjuk a lehullott leveleket, vagy az avart, vagy ha erre nincs valami miatt lehetőség, akkor legalább legyen komposztálás. Illetve ugyanígy igaz arra, hogyha mondjuk meccés van, akkor a gajakat hagyjuk ott egy helyen, vagy mondjuk halmozzuk össze egy kupacba. Ezek rendkívül jó élőhelyet biztosítanak az élővilágnak. Szintén fontos az, hogy mondjuk a növényvilág minden szintje meglegyen, ugye ez a lombkoronaszint, a cserjeszint és a talajtakarók is mind jelen legyenek a kertben, mert ez biztosít egy ilyen egészséges ökoszisztémát. És szintén változatosságra kell törekedni abban a szempontból is, hogy legyenek örökzöldek, de legyenek lombhullatók is, legyenek lázszárú évelők, megfelelő talajtakarók, és szintén nagyon jó tud lenni, főleg, hogyha kevés a hely, hogyha befuttatunk valamit futónövényekkel, mert azok is prima élőhelyet tudnak biztosítani madaraktól elkezdve a rovarokon át rengeteg élőlénynek. Nagyon szerencsés ez az új hullámos kertszépítési technika, amikor is egyre inkább elterjedt az, hogy nem ássuk, nem bolygatjuk az ágyásokat, nem bolygatjuk a földet, mert hát mostanában már egyre inkább az a jellemző, hogy ezen ugye azzal, ha megbolygatjuk a talajt, azzal tulajdonképpen csak kárt okozunk, mert ezt a finom szövetét a talajnak, ha megbontjuk, akkor, vagy átforgatjuk, akkor ezzel igazából nem segítjük az élővilágot. Úgyhogy ennyivel kevesebb a munka, mondjuk egy ágyással, és ugyanígy, hát nyilván célszerű mellőzni a permetezést, és mindenképpen takarni kell a talajt. Itt van néhány, igen, ezt mondtam, hogy ugye a különböző szintek meglegyenek. Még egy ilyen javaslat, hogy úgy, célszerű ugye úgy választani a növényeket, hogy azok ott életben maradjanak. Itt elsősorban a fény viszonyokat kell figyelembe venni, és azt, hogy mennyire lesz a talaj nedves vagy száraz, mennyire lesz jellemző az, hogy mondjuk nyáron kiszárad, és akkor ehhez kell megválasztani a növényeket. Illetve a beborzóvédelem szempontjából fontos lenne az, hogy mindig virágozzon valami. Hát ezt azért, ha kicsi a hely, elég nehéz megvalósítani, de ha az ember már egy pár nagyon kora tavasszal nyíló és esetleg késő őszig virágzó növényt is be tud tenni, akkor elég jól le lehet fedni ezzel az egész évet. Én most a diára az ősz és a télre, mert gondoltam, hogy tavasz itt meg nyárít, azt mindenki tud, hogy mit érdemes ültetni, ami virágzik. Na most, amikor egy ilyen biológiai sokféleség szempontjából
jó kertet, udvart alakítunk ki, akkor azért azzal számolni kell, hogy ez esztétikájában nem úgy néz ki, mint amit megszoktunk, vagy amit az emberek elvárnak. Az a jó a vadvilágnak, az élőlényeknek, hogyha a kert rendezetlen. És ezt sokan nem szeretik. Vagy ezen sokan csodálkoznak. Itt felhoztam két képet, mind a kettő gyönyörű kert, látszik, hogy mind a kettővel nagyon sok munka volt. A baloldali az egy díjnyertes kert, ami a Virágos Magyarországért programban is nyert. A jobb oldali ez egy ilyen klasszikus angol kert, szintén nagyon professzionálisan van megcsinálva. Igazából a baloldali az egy ilyen ökológiai sivatag, mert nagyon kevés benne a faj, nagyon nagy a gyep, és az élővilágnak inkább a jobb oldali az, ami elősegíti az ő megtelepedésüket. Ha egyetlen eszközt kéne kiemelnem, hogy mi a legjobb, mi az, amit megvalósíthatunk, és mi a legolcsóbb, akkor az a természetvédelmi farakás. Igazából ez tulajdonképpen nulla költséggel jár, és hihetetlenül nagy jelentőségű, mert tényleg rengeteg faj számára tud élőhelyet biztosítani. Ugye itt egyszerűen csak arra kell gondolni, hogy amikor mondjuk bármilyen akár egészségügyi vagy biztonsági okokból egy fát az udvarban vagy a kertben kivágásra kerül, akkor egyszerűen ott kell hagyni egy halomban ezt a fát. Még rá lehet utána szórni gajakat, meg avart, és akkor ez egy szuper élőhely lesz. És végül a harmadik, az pedig a víz, ugye az élethez víz kell, tehát nagyon fontos, hogy a vizet biztosítsunk. Itt a víz kapcsán zseniális megoldások vannak arra, hogy hogyan lehet az esővizet hasznosítani. Mert nyilván környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból is az a jó, ha az esővizet hasznosítjuk. Mert az nem egy szerencsés dolog, hogy a tetőn vagy a kertből elfolyik az értékes esővíz, és mi meg mondjuk ivóvízzel locsolunk. Itt mutatok inspirációként egy esőkertet, ez az Egyesült Királyságban készült. Itt a kép alján, ami az maga, ahol a tetőről lefolyik a víz, és belefolyik egy ilyen kavicsos ágyásba. Hátul lehet látni azt a félköréves kis megemelt ilyen farakást, ez úgynevezett holt sövény. Egyszerűen csak fel vannak halmozva a vékonyabb ágak, szintén élőhely. Van benne méhecske hotel, be van ültetve olyan növényekkel, amik bírják azt, hogy időnként elárasztja őket a víz, máskor meg kiszáradnak. Ez a másik oldalról ugyanaz az esőkert. Itt már ugye ezért ez több földmunkát igényel, nyilván ennek ilyen kialakításának már van költsége, de ezeket azért mondom el, hogyha bármikor felújítás van, udvarszépítés, vagy bármikor valamilyen pályázati pénzhez jut az iskola, aminek kapcsán így lehet fejleszteni, akkor célszerű ezeket akkor akár a burkolatot úgy kitalálni, és akár egy ilyen esőkertet, mert ugye ez igényel az elején egy nagyobb befektetést, vagy földmunkákat adott esetben, vagy azt, hogy a víztárolás meg legyen oldva, mert ugye nem muszáj ezt így esőkertbe levezetni, lehet simán egy hordóban is tárolni a vizet, és onnan locsolgatni, de hogy erre így gondolni kell, és ez akkor utána hosszú távon meg tudja határozni az ökológiailag megfelelő kertet. Hogyha nincsen helyünk, mert annyira kicsi az udvar, vagy más funkciókra kell, ez ugye nagyon tipikus, hogy inkább legyen focipálya, akkor egy ablakpárkányon is nagyon jól meg lehet valósítani, ez is a Magyar Madártani Egyesületnek a honlapján van fönt, hogy itt egy mini farakás van, van benne egy odú, van elől, az nem annyira látszik, de egy kis madáretető, tehát egy nagyobb ablakpárkányon ez szuperül megvalósítható. És a másik ilyen lehetőség, hogyha nincs helyünk az iskolán belül, akkor az, hogy valamilyen funkciót ki lehet rakni a közterületre. Itt ugye meggondolandó, hogy mondjuk mit tudom én, a sport legyen az, amit kiteszünk az iskolán kívülre, vagy inkább
fogadjunk örömbe egy kis zöld területet, és akkor ott alakítsunk ki egy virágágyást. Nyilván ezt meg kell beszélni akkor a fenntartóval, vagy a terület tulajdonosával, az önkormányzattal, de ez abszolút egy ilyen lehetőség az iskoláknak, hogy úgymond örökbe fogadnak egy közterületet. És akkor néhány fontos tipp arra, hogy, és szempont arra, hogy egy ilyen zöldítési folyamat során mi a fontos, és mire számítsunk, vagy hogyan álljunk neki. Az egyik az, hogy célszerű hosszú távra tervezni, mert az eredményeket úgy lehet elérni, tehát hogy ahogyan egy kert is mondjuk 5-10 év, mire beáll, de az elindítását követően, tehát itt is célszerű hosszú távú szempontokat figyelembe venni, és ez lehet, tehát hogy akkor van ennek értelme, hogyha mondjuk kialakítok egy esőkertet, de nyilván, hogy ne legyen ott 5 év múlva, akkor mégis egy kosárpálya, mert, és akkor meg visszaalakítom, mert hát ez ilyen nagyon költséges és fölösleges, hanem tényleg akkor, hogyha az iskola a zöld iskolának tartja magát, és ez egy fontos szempont, akkor célszerű ezt valamilyen módon dokumentumokban rögzíteni, vagy ilyesmi, hogy ez akkor hosszú távon is fennmaradjon egy ilyen kert. A másik szintén nagyon fontos, hogy azért ez nagyon nagy munka lehet, főleg ennek az egésznek a megszervezése inkább. És fontos az is, hogy az egész iskola tudjon róla, hogy ne az legyen, hogy kialakítok egy kis természetvédelmi farakást, és akkor 2 hét múlva valaki azt mondjuk kidobja, mert azt hiszi, hogy az direkt azért lett oda félretéve, hogy vigye el a szemetes. Tehát, hogy fontos az, hogy csapatban dolgozzunk, és hogy mindenkinek legyen feladata, szerepe. Ez maga egy nagyon jó közösségépítési folyamat, be lehet vonni a szülőket. Itt aztán azt gondolom, hogy Budapesten azért ilyen szempontból egy szerencsés helyzetben vagyunk, mert talán itt ez a fajta aktivitás erősebb lehet, hiszen annyira nagy szükség van a zöld felületekre, a zöld területekre, hogy itt talán megvan ez a fokozott lelkesedés, talán a szülők, diákok részéről is, hogy ilyen fent tudjon maradni, és hogy e köré egy csapat tudjon szerveződni, egy kis zöld klub. És fel kell készülnünk a konfliktusokra is. Erre ugye számos példa volt, hogy olyan változások lépnek életbe, jönnek létre egy ilyen projekt során, ami nem mindenkinek fog tetszeni. Az egyik ilyen az, hogy lehet, hogy rendezetlen lesz az összeadás, és ez a rendezettség felhez való igény, ez elég erős tud lenni. Fel kell arra készülnünk, hogy ezt meg tudjuk magyarázni, és ezzel kapcsolatban információt tudjunk adni, hogy ez ne akadályozza a projektet, vagy ne emiatt hívsuljon meg. A másik ilyen az, hogy ez talán lehet, hogy inkább így óvodákban jellemző, de hogy vannak nem szeretem állatok, félnek tőlük a gyerekek, vagy félnek tőlük a szülők, és akkor ezt is tudnunk kell kommunikálni. És hát vannak az ilyen veszélyesebb, azok a dolgok, amiket így veszélynek érzékelünk, mondjuk pont itt az esőkert kapcsán, arról volt is egy videó a YouTube-on, amikor kerestem erre példát, és akkor a gyerekek ott ugráltak, az ovisok, a csúszós köveken, tehát lehet, hogy egyes szülők vagy egyes pedagógusok ezt egy veszélyes helyzetnek élik meg, akkor nyilván ez is egy olyan dolog, amitre fel kell készülnünk, hogy ezt valamilyen módon kezelni kell. És itt a legjobb az, hogyha közösen hozunk szabályokat, és meghallgatjuk egymást, és együtt kidolgozunk valamilyen megoldást egy ilyen problémára. Ezt azért mondom el, hogy tényleg mindenképp erre érdemes számítani és felkészülni ezekre a helyzetekre. Maga az intézményzöldítés programelem, ami ennek az egész programnak a keretében megvalósítunk, az elsősorban a madárvédelemre és a beporzóvédelemre fókuszál. És ha bármilyen madárvédelmi tevékenységbe kezdünk, akkor célszerű úgymond utána nézni annak, hogy pontosan mit is szeretnénk, tehát célszerű erre előre felkészülni, mert az fog sikerélményt jelenteni. Tehát nagyon népszerűek most már ezek a madárvédelmi, meg beporzóvédelmi eszközök, és jobb, hogyha előtte mondjuk utána nézünk, vagy akár szakemberektől, akár a Magyar Madártani Egyesülettől, tőlünk, vagy más vadvilágvédelmi szervezettől előtte tanácsot kérünk, hogy mégis mit célszerű kihelyezni, mert ezzel nagyban növelhetjük a sikerrátát, tehát mondjuk adott egy jó esetben a beköltözési rátát, és
hát meg tudjuk akadályozni azt, hogy mondjuk esetleg valami élővilágra veszélyes dolgot helyezünk ki, vagy akár azt, hogy fölösleges költségekbe verjük magunkat, mert mondjuk lehet azért kapni nagyon rossz minőségű termékeket is. Tehát ezért ez a fajta felkészülés, ez fontos. Itt a rovarbarát kertet mutatom meg, hogy ez körülbelül milyen elemekből áll, szinte mindegyikről volt szó most itt az előadásban. Ezek nagyon, a többsége az viszonylag egyszerűen megvalósítható, és sok elemből áll, és ezek mind egymást segítik. Minél többet tudunk megvalósítani egy ilyen rovarbarát kert elemeiből, annál sikeresebb lesz a zöldítés. Amikor majd kimegyünk a program keretében, akkor ez egy körülbelül 20 perces foglalkozás, vagy előadást jelent, ott már konkrétan arról lesz szó, hogy milyen odukat helyezzünk ki, hogyan kell madarat etetni, vagy mondjuk milyen beporzókat, milyen rovarhotelt helyezzünk ki, és akkor utána pedig együtt ki fogunk alakítani egy kis virágágyást, egy körülbelül ilyen 1-2 négyzetméteres virágágyást, ehhez mi biztosítjuk a virágmagokat, meg lehet, hogy néhány örökzöld fűszernövényt, és akkor így fog kinézni maga a program. És hogyha bárkinek van kérdése, akkor majd az előadás után nagyon szívesen válaszolok rá, és köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen, Zsuzsi, az előadás. Reméljük itt is a szomszédban éppen egy ilyen természetvédelmi farakás alakítanak ki, úgyhogy bízunk benne, hogy ők is hallottak már erről. És akkor át is adnám a szót Zolinak, és akkor tudja folytatni a mai programunkat. Köszönöm. Figyelni az időt ígérem. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. És nagy öröm, hogy ilyen sokan összegyűltünk, és hogy megtelt a tanterem. Úgyhogy bele is fognék, nem húzom az időt. Csak annyival egészíteném ki az előbbiekben elhangzottakat, hogy nagyon fontos dologról volt szó, ugyanis a fővárosi önkormányzat, lehet látni. A fővárosi önkormányzat nemrégen csinált felmérést és drónos repüléseket. Ez még nem annyira publikus, de a helyzet az, hogy az intézményekben, illetve a kertfeles jövezetekben tapasztalható az elmúlt években a legdrasztikusabb zöld felett felszámolódás és eltűnés, és ezt egyébként a városlakók, vagyis mi generáljuk. Ugyanis a közterületeken most már egyre inkább, amik kirakatban vannak, fontos az a sok szempont, ami most itt elhangzott, vagy egyre fontosabbá válik, de a magánkertekben ezt nem valósítjuk meg. Ott sokszor törekszünk a kényelemre, illetve a minél jobban kipucolt zöld feletekre, és sajnos a fa mennyiség elképesztően fogy a városban, úgyhogy nagyon kell figyelnünk. És egyébként ebben az intézmények nagyon sokat tudnak segíteni, ha telepítenek. Nos, én a természeti értékekről beszélek, ez egy picit más jellegű része a városnak, ugye mégiscsak Budapestről beszélünk alapvetően, és ugye Budapest természeti értékeivel kapcsolatban hoztam információkat, amiben nagy hatalom egyébként a város, ezt kell, hogy mondjam. Ugyanis Európa tekintetében már elhangzott, hogy a zöld felületek nagysága mondjuk egyfőre vetítve eléggé alacsony itt a fővárosban, de általában ebben nem szokták belevenni azokat a nem ismerem fehér foltokat, amik a közigazgatási határon belül vannak, és ide tartoznak a városhoz, viszont mi nem annyira ismerjük, vagy nem járunk ki oda, vagy nem mérik föl őket. Azért azt lehet mondani, hogy a főváros az európai nagyvárosok tekintetében olyan mértékű természeti értéket tud még mindig fölmutatni, ami európai viszonylatban szinte azt mondhatom, hogy egyedülálló. Ennek egyrészt van egy olyan oka, hogy nagyon jó helyen vagyunk földrajzi, természetföldrajzi szempontból a kontinensen belül, az úgynevezett Pannon biogeográfiai régió, ami a hetedik legkisebb életföldrajzi régió a Földünkön, az annyira mozaikus és annyira sokszínű, annyira sok élőlényt vonultat föl, nagyon kis területen belül is egyébként, nagyon nagy a változatossága, ez egy ilyen kis különlegesség ennek az életföldrajzi régiónak, gyakorlatilag rengeteg fajnak ad otthont ez a Kárpát-medence. Bármennyire is nem mindig szeretjük, meg azt mondjuk, hogy nem is annyira jó, meg azért az olasz tengerpart, azért ez mégis milyen frankó, de nem teljes mértékben igaz az, amit ilyenkor feltételezünk, hogy nálunk meg nincs olyan sok érték és érdekesség. Inkább a távoli tájak különlegesek. Ezt meg nem ismerjük annyira. A főváros
ilyen tekintetben egy állatorvosi ló, tehát nagyjából reprezentálja azt, amit a Kárpát-medencében úgy széles határok között tapasztalhatunk, vagy megfigyelhetünk, ugyanis ebben a városban van hegyvidék, van egy nagy folyó, van egy síkvidéki alföldi táj, ezeken belül vannak kisebb-nagyobb vizes élőhelyek, erdős területek, síkvidéki, gyepes területek, tehát itt nagyon sok minden koncentrálódik ebben az 525 négyzetkilométerben, amekkorára kiterjed a főváros, és itt nagyon sok mindent megtalálhatunk. Tulajdonképpen régebben, amikor még elkezdtem madarászni, akkor én nagyon sokat járkáltam az országban, és rájöttem, hogy a sok fajt szeretnék látni, nem is biztos, hogy ki kell mennem innen a városból, és ez nem egy ilyen túl érzelmes magánvélemény, hanem valóban így van. És erre később majd fogok is példákat mutatni. Hopp, erről viszont nem beszéltem túl sokat. Ugye? Visszamegyek. Nagyon röviden szeretnék ilyen jellegű adatokkal gondolatokat eltömni, ugyanis nem igazán ez a lényeg, de azért ebből talán az a fontos, hogy Budapest természetvédelmi intézményesített természetvédelme azért elég régóta viszonylag szilárd lábakon áll, vagy legalábbis azt lehet mondani, hogy régóta foglalkoznak a városi természeti értékekkel, a döntéshozók, a szakemberek és mások is, akik erre a szakágra ráhatnak. Tulajdonképpen ebből talán ami legérdekesebb, hogy a budai távvédelmi körzet nagyjából 10.000 hektáros kiterjedési területéből 2568 hektár Budapesten belül van. Mind a mai napig megvan ez a terület, a védettség maga az ekkora területre terjed ki. Hát sajnos azt veszük észre, és azt látjuk, ugye azt gondoljuk, hogy ugye fogy ez a védett terület, nem ez fogy, hanem inkább a körülötte levő puffer terület az, amit beépítünk folyamatosan, és hogyha föltekintünk, hát ezt nem is akarom mondani, ez szinte már közhely, hogy fölnézünk a budai hegyekre, akkor látjuk, ahogy húzódnak be a házak az erdő közelébe. Inkább a védőzónákat, a puffer területeket veszítjük el, és a védettséget próbáljuk meg szorongatni ezzel a sok-sok beépítéssel, mert igen, építjük be, és ez itt már nem közhely, valóban tűnnek el a zöld feletek a városon belül. Ami viszont érdekes, hogy azért a természetvédelem itt már régóta intézményesítette jelen van, amit az előbb említettem, hanem ezt az példázza a legjobban, hogy több mint 60 olyan jogszabályt hoztak Budapest természetvédelmével, vagy akár országos szinten érvényben lévő jogszabályokkal, amelyek Budapest természeti értékének a védelmére is ráhatnak, tehát azért eléggé régóta górcső alatt van már, és figyelemmel kísért ez a téma. Ami talán jól példázza ezt az előbbi felsorolást, hogy most jelenleg a mai ismereteink szerint Budapesten valamilyen szintű természeti oltalommal összesen 299 darab természeti érték rendelkezik. Ez egy hatalmas nagy szám. Ebből nagyon sokat nem látunk, vagy nem tudunk róla, ugyanis ennek a nagy része az barlang. A világon, ha az összes fővárost ide soroljuk, a világ összes fővárosán belül Budapest az, ami a legtöbb barlanggal rendelkezik a felszíne alatt. Ebben nagy hatalom vagyunk egyértelműen, világelsők vagyunk, és ez a 150, ez valószínűleg nem is a teljes szám. Nagyon sokat nem ismerünk, mert ugye nincsen olyan része, ami mondjuk a külvilágba a felszíne törne. Általában ezeket építkezések során szokták megtalálni, és sajnos nagyon sokszor tapasztaltuk azt, hogy az építkezések kapcsán a barlangok nem is mindig kerülnek hosszú távú védelem alá, ugyanis ez az építkezéseket sajnos eléggé károsan befolyásolja, mert oda mennek azok a fránya barlangászok, meg húzzák az időt, meg minden, és akkor nem lehet építkezni. A legtöbb ilyen barlangot el szokták tömedékelni, sajnos ez az igazság. Amikor összerúgja a port a fővállalkozó meg az alvállalkozó, akkor viszont általában ezek a barlangok megőrződnek. Ilyen volt legutoljára Bérc utcában a Gellért-hegyi kristálybarlangnak a felfedezése és megőrzése. Tehát vannak erre ilyen példák is. A legtöbb esetben sajnos az anyagi szempontok vezérlik azt, hogy ezeket megismerjük-e vagy nem. Egyébként nagy valószínűséggel legalább dupla ennyi barlang lehet még a főváros felszíne alatt, amit nem ismerünk. És ami érdekesség, bár itt nem látszik teljes mértékben a szöveg, de ugye van 6 darab lápunk, ott látható a harmadik sorban. Vannak Natura 2000 élőhelyénk, erre még majd rá fogok térni, tehát ami az egész Európai Unió szempontjából különleges élőhely és nagyon nagy értéket képvisel. Vannak fák, facsoportok, és például vannak gyűjteményes kertek, mint amilyen a budai arborétum, ahol most is vagyunk, amelyek szintén élvezhetnek természeti oltalmat, nagyon sok arborétumunk védett, és itt Budapesten belül is van 3, ami védettséget élvez.
A Soroksári Botanikus Kert, Budai Arborétumban közepén vagyunk, a Fűvészkert, és hát tulajdonképpen ide sorolhatjuk az állat és növényeknek a kertjét is, mert az is védettséget élvez. Lássuk térképen, hogy akkor ezek hogyan is helyezkednek el. Ez egyfajta, ezt már úgy lehet tekinteni talán, mint kirándulási tippet is, illetve hogyha valaki el tudja helyezni az oktatási intézményt, a lakóhelyét, hogy hol van, akkor lehet, hogy meg fog is találni itt olyanokat, amikről talán nem hallott. Amik országos jelentőségű védett értékek itt a fővároson belül, azok azt a kategóriát takarják, amelyeket egyedi jogszabállyal védtek le, az illetékes szakminisztérium, nem akarok a szakmában nagyon belemenni, de alapvetően olyan szakemberek hozták ezeket a rendeleteket, korábban határozatokat, akik nagyon komolyan megvizsgálták ezeket az élőhelyeket, rengeteg védett fajt találtak itt, vagy ritkákat, és húztak egy határt, és ezen belül a természetvédelem az úr mind a mai napig, vagy próbál az lenni. Ilyen például a Natura 2000 területek esetében, bocsánat, ugrottam is, mert azok az országos védettek, mert a következő ilyen lesznek. A Natura 2000 területek is egyébként rendelettel védettek, de egy nagy ökológiai hálózatnak a részét képezik, és a Budai Tájvédelmi Körzet 2-1-es számmal ellátott foltja az, ami a legnagyobb Budapesten belül. Ez nagyjából lefedi az országos védettségű 2568 hektáros területrészt, de beletartozik a Tétényi fennsík is, és egyébként maga a fennsík az kiterjedt erre a része is Török-Bálintra, illetve Budaörsre, illetve Diósdra. Kevesen tudják, hogy Budapest legnagyobb felszínű fennsíkja az a Tétényi fennsík, nem a Bükk fennsík, csak egy kisebb része került be a főváros közigazgatási határán belőle. És a Duna a Gellért-hegytől, illetve a Kis-Duna teljes szakasza, vagy teljes hossza, a szintén Natura 2000 oltalom alá került. És hát ugye, mivel ez is egy országos jelentőségű védett érték hálózatnak minősül, ezért nagyon különleges, hogy a városban körülbelül 3000 hektár kiterjedésben találhatók meg ezek az élőhelyek. És itt jön az, amit az előbb már kicsit megelőztem gondolatban, hogy az országos jelentőségű és az egyedi rendeletekkel védett területek kapcsán látható az átfedés a Budai Tájvédelmi Körzet esetében. Ezen egyfajta dupla védettség van. Az Európai Unió szempontjából is fontos, mint védett érték, és már 1978 óta az állami természetvédelemnek is fontos volt, hogy levédje ezt a területrészt. Tehát ezek azok, ahol az erdők remélhetőleg még hosszú távon megmaradhatnak, és vannak kisebb foltok, amelyek körbeveszik egyfajta gyűrűként, és itt a budai, vagy itt a pesti oldalon pedig elszórtam máshol is, a kisebb természeti értékek, a kisebb kiterjedés természeti értékeket, ebből szerintem nem kell bemutatni a Sashegyet például, itt van a közelünkben, vagy akár a Gellért-hegy. Kevesen szokták egyébként tudni, hogy ez nem csak egyszerűen park, hanem egy országos jelentőségű védett természeti érték is egyben. És vannak olyan különlegességek, mint a Háros-sziget, ami a 22. kerületben található, ami egyfajta ilyen, hát egy ilyen kis dzsungelszerű növényzetet kell itt elképzelni, egyfajta függő avar alakult itt ki, különböző őshonos és tájidegen vadszőlő fajokból alakult ez ki, de nagyon egyedi. Itt vannak olyan tudomány számára leírt állatfajok, ugróvillások például, amelyeket sehonnan máshonnan nem ismerünk a világról, csak innen. Tehát ennek is van egy ilyen fajta különlegessége. Sajnos ez csak engedéllyel, kutatási engedéllyel látogatható, úgyhogy ide születni kell, de azért ettől függetlenül a többi helyre, amit már bemutattam, azt viszont lehet járni. És még vannak látjaink is, ami szintén különlegesség. A pesti oldalon rengeteg olyan vizes élőhely volt, amelyek összeszűkültek, nagyon kis kiterjedésű foltok maradtak meg belőle. Ennek a nagy része az helyi védettségű területen belül van, tehát védi őket egy helyi védettségű terület is. Erre majd kitérek később, hogy ez mit jelent pontosan. Vannak a soroksági részen olyanok, amelyek viszont önmagukban állnak, alig látogatottak, és nagyon különlegesek, valóban olyanok, mint egy igazi észak-európai láng. És itt vannak a helyi jelentőségű védett élőhelyek. Hogyha ezt a három kategóriát egymáshoz tesszük, a Natura 2000-et, tehát az Európai Unió szempontjából is fontos, illetve abba a hálózatba beletartozó értékeket hozzáveszünk, ugye szintén országos jelentőségű egyéb védett területeket, és ezeket a helyi védettségű területeket, akkor összesen Budapesten elmondhatjuk, hogy közel 4000 hektár védett érték található meg. Ez azt jelenti, hogy ez a budapesti teljes kiterjedésnek nagyjából a 8-9%-a. Ebben, és ebben Zsuzsinak nagyon igaza volt, ebben azért nagyon rosszul állunk, tehát a zöld területek tekintetében, legalábbis amik védettek, ez nagyon alacsony.
Tehát más európai nagyvárosokban, ahol sokkal kevesebb érték található meg, azért ez 10-12-15%-ig is fölmehet akár, és nekünk itt még van fejlődni valónk, de erre majd a későbbiekben kitérek. Mert látható, hogy ugye ott van egy olyan rész, a budai oldalon sok kis pici folt található meg, itt rengeteg lehetőség van, ezek szabadon látogathatók, egy-két kivételtől eltekintve, tehát abszolút javaslom, hogy akár osztállyal, akár csak családdal, magánprogram keretében ezeket érdemes végiglátogatni. Ezek egyfajta gyűrűszerűen körbeveszik a budai távvédelmi körzetet, és nagyon jól kiegészítik az országos szintű védettséget ezek a kis területek. A pesti oldalon, ahol jobban beépítettük már a várost, ott inkább a terem területeken, a terem kerületekben, de általában már kevesebb számban, de sokkal nagyobb kiterjedésben találhatjuk meg ezeket a még jó állapotban lévő természeti értékeket. És hát itt jön be az, ami viszont nagyon fontos még az intézményes természetvédelemnek a fővárosban, hogy rengeteg olyan terület van még, amit tudunk, hogy jó állapotban van, tudjuk, hogy természetvédelmi szempontból nagyon értékesek, de semmilyen oltalom alá nem tartoznak, és ennek a kiterjedése majdnem akkora, mint a jelenleg helyi jelentőségű védettség alá tartozó területeknek a kiterjedése, több mint 800 hektár. És még biztos vagyok benne, hogy vannak olyan fehér foltok, amiket nem ismerünk. Ugye jellemző volt a korábbiakban, hogy a kutatók, hogyha el akartak menni valahova és kutatni akartak egy érdekes területet, akkor nyilván nem Budapesten tették ezt meg, hanem is szétspricceltek az országban, vagy akár külföldön, és ott vizsgálódtak. Amikor elkezdtünk figyelni ezekre a területekre, amik itt Budapesten zárványként megmaradtak, akkor hát talán mi lepődtünk meg a legjobban, hogy micsoda értékeket találhatunk itt. És ezek a területek egy 13-14 évvel ezelőtt végzett felmérésnek a végeredményét mutatják, amelyből nagyon kevés terület, de szerencsére az elmúlt években több terület is kikerült, és védettségi kategóriát kapott, illetve védettségi státuszba került. Hát például a 22. számú pontot, azt nem emeltem még innen ki direkt. 2022. január 1-én ez a terület ez védettséget kapott Jegenye völgy néven. Az egyik legértékesebb gyertyános tölgyes állomány van itt a fővároson belül. Soha semmilyen előzetes adatok nem hallottunk erről a területről. Amikor ezt felmértük madártani és botanikai szempontból első körben, hihetetlen mennyiségű orhidát találtunk például ezen a területen. Úgyhogy ilyen különlegességekkel is össze lehet még futni a városon belül. És hogy miket védünk ezeken a területeken belül, mik azok, amik a főváros természeti örökségét nagyon jól reprezentálják, hát például a védett növényfajok. Hát szépen nem látszódik, de nagyjából az van ott a baloldali oszlopon belül, hogy Magyarország vadon élő növényfajának a száma az majdnem 3000, abból nagyjából 1400 megtalálható Budapesten belül. Ez a szám, ez gyakorlatilag például az Alföldön levő nemzeti parkokat, a teljes törzsterületeket tekintve, hát gyakorlatilag kenterbe veri ezeket a nemzeti parkokat, ez a szám. Ami ebből védett, az ugye 197 fajt, ha jól emlékszem, már 199, ez nagyjából a teljes 704 fajos védett listának a 30%-a, szintén a Hortobágy Nemzeti Parkban, Körösmaros Nemzeti Parkban nem találunk ennyi védett növényfajt, mint itt ebben a városban. És amik ezekből az ászlós hajók, az a 89 fokozottan védett növényfaj, amelyből 11 darabot szintén megtalálunk a fővároson belül. Az a plusz egy az, amit nem találunk egy pár éve, egy fekete galagonya nevezetű növény, illetve van kettő, ami pont az agglomerát, vagy pont a közigazgatási határon túl van 10 méterrel, két fokozottan védett növényfaj. Hát reméljük, hogy majd sikerül áttuszkolni őket, hogy hát esetleg bejönnek a városba, de nyilván nem ez a lényeg. Vannak olyan területek, ugye ebben a pannonbiogeográfiai régióban nagyon jellemző ugye a változatosság, amit mondtam, vannak olyan hegyoldalak, aminek az északi oldalán teljesen más élőhelyek vannak, mint egy déli oldalon belül, viszont a kettő között vannak olyan fajok, amelyeknek nincs lehetősége az átjárásra, ugyanis nem viselik el ezeket a mikroklimatikus változásokat. Hát ezeken nem fognak átjönni ezek a növények, de nem van. A Natura 2000 jelölő fajok, amelyek tulajdonképpen a Natura 2000 élőhelyeknek a kijelöléséhez szolgál alapul, vagy az egyik alapja, abból is megtalálhatunk 9 fajt, például a lánykökörcsint nagyon nagy számban, amelyek szintén különlegességet jelentenek, ugyanis az Európai Unióban ezek ritkák, tehát az összes EU-s országot tekintve. És hát mégiscsak az MNL-ből jöttem, úgyhogy gondoltam, hogy akkor a madaraknak szánok egy külön diát.
Magyarországon összesen 420 madárfaj fordult eddig elő a jelenlegi ismereteink alapján. Ez a szám, ez bővül, nyilvánvalóan előfordulnak ritkaságok, és jönnek be a faunára nézve új fajok. Ebből 276 fajt figyeltünk meg az elmúlt nagyjából 30 évben. Ez azt jelenti, hogy a főváros közigazgatási határán belül nagyjából a magyar teljes madárfaunának a kétharmada az előfordult az elmúlt 30 évben itt Budapesten. Ami viszont igazán különlegesség egy ilyen listában, az az, hogy mi az, ami tud utódokat nevelni, ami megtalálja itt az életfeltételeit nem csak a saját maga számára, hanem a fiókái, a fiataljai számára is, vagyis képes itt megtelepedni tartósan. Ezek a költőfajok, és ami igazán különleges ebben a 110-es számban, hogy készültek részletes tanulmányok különböző nagyvárosokban, európai nagyvárosokban, hogy milyen ott a madárállomány, például Hamburgra vagy Nápolyra, hatalmas városokról van szó, különleges élőhelyek vannak ezeken a területeken. Ugye Hamburgra gondolunk, akkor hatalmas nagy folyótorkolat van ott, Nápolyban, a Mediterráneum ugye egy igazán különleges élőhely, és mégis ezekben a nagyvárosokban ez a szám, ez körülbelül ennek a fele. Tehát olyan 55-65 faj költ ezekben a nagyvárosokban, míg nálunk 110. És ami igazán érdekes, azok a fokozottan védett fajok, legalábbis az első öt az egy fokozottan védett faj Magyarországon. Sajnos a Kerecsen-Solyom az elmúlt években az építkezések hatására kiköltözött a fővárosból, de azért még bejárkál rendszeresen. Viszont a rétéses rendszeres költőfaj Budapesten belül. Hogy a darázsölyv szintén fokozottan védett faj, szintén rendszeres költőfaj, két pár rendszeresen lekölt a budai oldalon. A füleskubik Magyarország egyetlen vonuló bagolyfaja, nagyon kis cuki, pici, 20 centis, akkor, amit egy seregé, szoktuk őket gyűrűzni, akkor mindig nagy hüledezések vannak, hogy jaj, édi, meg minden. Tényleg az, mi is nagyon szeretjük. Körülbelül olyan 30 pár költ a városban ebből a fajból. A legnagyobb magyarországi populáció az gyakorlatilag a pesti oldal dél-keleti részén található, ami összefüggő. És van gyurgyalak telepünk is jó néhány. Ja, meg hát volt olyan, hogy beesett egy óvodába két keselyű is. Ez tényleg ott van, csak aztán kiszálltak a 22. kerületben a rózsakertnek, nem tudom, hogy mennyire ismerős a rózsakert, a 22. kerületi rózsakert, ott van egy fűtőmű, jött egy nagy vihar, kóborolgatnak a légterünkben ugye keselyük sokszor, csak nem szoktak leszállni. Őket lenyomta egy komoly és hirtelen jövő hidegfront, és fogta magát két fakókeselyű. Ezek vadak voltak abszolút teljes mértékben, és beszálltak egy óvodakertbe. A gyerekek nem kis félelmére, nem, tehát tényleg dögedők, tehát tényleg nem esznek semmi élőt. Nem kellett félni tőlük, nem akarom elviccelni természetesen. Aztán fölkeveredtek szépen lassan ennek a fűtőműnek a kéményére mind a ketten. Két napig tartott az eső, akkor ott ugye pihengéltek, próbálgatták a szárnyaikat kiterjeszteni, meg szállítani, és két nap után fogták magukat, és amikor újra kitisztult az ég, akkor elindultak, és visszamentek a költőhelyükre. Horvátországban költ egyébként hozzánk legközelebb a fakókeselyük, egy bővülő állomány található itt meg, egyre rendszeresebben elkeverednek innen a fakókeselyük a magyar légtérbe, és egyre többet látunk már, néha a fővárosba is beesnek. Ami azért különleges, mert azért az elmúlt 20 évben ez nem nagyon fordult elő, ez az erősödő állomány, ez azt mutatja, hogy nagyon könnyen és nagyon gyorsan be tudnak jönni a magyar légtérbe. Tulajdonképpen őnekik ez egy laza egynapos túra, hogy Horvátországból eljönnek, itt beköröznek hozzánk, kicsit kajálgatnak és este hazamennek, mert nekik ez nem bonyolult. Nos, hogyha már Budapest természeti értékeinél sokat szószátjárkodtam, akkor talán ez az a lista, amivel a leginkább meg tudom fogni ennek az egész témának a jelentőségét, hogy mi az, ami Magyarországon belül csak a fővároson belül található meg, mi az, amit csak mi tudunk itt megvédeni, városlakók, vagy akár a gyerekek, majd a jövő generáció, hogyha ezzel fognak foglalkozni. Hát azok ezek a fajok például. Itt van a homoktöv is, amit ugye nagyon sokan ismerünk, hogy egy olyan gyógynövényről van szó, amiből rengeteg termék készül, de vadon Magyarországon egyetlen egy helyen fordul elő Újpesten. Pont ennek az oktatási intézmények, ennek az egyetemnek a tanárai kutatták, hogy ezek nem telepítés eredményei, vagy esetleg mégiscsak telepítés eredményei. Nagyon sokat vizsgálták genetikailag is, és kiderítették, hogy ez egy tényleg teljesen vad állomány. Magyarországon erről az egy újpesti állományról tudjuk ezt elmondani. De a Gellért egy oldalában található meg egy helyen a sárgás habszegfű, fokozottan védett növényfajunk,
amelynek hihetetlen izmos állománya van, 18 tő, ez a magyar állomány. Ha ott az, arról a sziklafalról eltűnik, ahol ez megtalálható, ez a kis állomány, akkor gyakorlatilag a magyar flórából ez a faj kipusztul. Tehát ez is egy komoly felelősség, hogy ezzel foglalkozzunk. Vagy ilyen a vajszínű atracél, egy nagyon aranyos kis szúrós, vagy ilyen kis érdes szárú levelű növényke, amelynek a második kerületben van az egyetlen élőhelye és az egyetlen lelőhelye. A csíkos boglárka, amit a képen látható, hát sajnos valószínűleg őt eltemethetjük, a normafa lejtőjénért egyedül. 2009-ben még tudtam fotózni, 2015 óta sajnos nem találják. A megváltozó körülmények sajnos úgy néz ki, hogy megpecsételték ennek a fajnak a sorsát. De a magyar sziklara szóló lepke, vagy hát magyar őszira szóló lepke szintén egy olyan faj, amit az elmúlt években nem találnak a kutatók. Elképzelhető, hogy kipusztult Budapestről és ezzel Magyarországról is, de még egyelőre ott reménykednek. Vannak olyan fajok, amelyeket csak itt tudunk megvédeni Budapestet. És bár nem igazán kapcsolódik szervesen a témához, azért mégiscsak úgy gondoltam, hogy fontos egy kicsit szót ejteni arról, hogy egy városban a természeti értékek védelme sajnos aktív beavatkozást igényel, és nem tudjuk ezt úgy megóvni, hogy egyszerűen ott hagyjuk. Az előző előadásban is elhangzott, hogy gyakorlatilag Magyarországon és a világon is a legtöbb élőhelyet már az ember valamilyen módon belakta. Ha elmegyünk a Börzsönybe, egy gyönyörű szép bükkerdőbe, akkor ugye gyönyörködünk benne, hogy milyen szép. De sajnos valamilyen szinten az is sivatag. Ugyanis az egy olyan, általában olyan erdőket látunk a Börzsönybe, olyan bükkerdőket látunk, hogy egykorú szálegyenes bükkfák vannak. Ez nem természetes. Csak ezt szoktuk meg. Az elmúlt évtizedekben ugye az intenzív erdőgazdálkodás hatására egykorú fákat nevelünk, mert ezeket könnyebb kitermelni. Valahol érthető az erdőgazdálkodó szempontjából, ugyanakkor ez viszont az állatfajok döntő többségének, vagy akár a flórának, ami ehhez az erdőhöz kapcsolódik, ez nem természetes, ez nem jó. Ez az egészséges rendezetlenség, amiről szó volt, az az igazi. A természet nem szereti a rendet. De alapvetően ezeken a fővárosi élőhelyeken belül is mindenhol jelen van az ember keze nyoma. Ezek ellen próbál tenni több szervezet, több olyan intézmény, akik ráhatnak erre a sok természeti értékre. Ilyen a Pirisi Park Erdő Zrt. Hála Istennek az erdészet szemlélete a fővárosban jó és egyre jobb. Nem tökéletes azért, én mondjuk azért természetűen foglalkozom, tehát érthetően vannak olyan szempontjaim, amit egy erdészet nem biztos, hogy tud érvényesíteni, de itt nagyon törekszik rá az erdészet, ezt el kell mondani, hogy valóban örök erdőket és biodiverz és változatos faj összetétel és kor összetételű erdőket próbáljanak fenntartani. Ezek úgynevezett közjóléti erdők, tehát itt nem a fakitermelés a lényeg a városon belül. A legtöbb helyen, nem mindenhol, a legtöbb helyen. A helyi védettségű területeket ugye a Főkert ZRT tartja fönt, és az országosakat pedig a Dunai Folyó Nemzeti Park. Ez külön szóval mindenképpen ki akartam volna emelni, mert ők a legnagyobb úgymond intézményes természeti védők, akik ezzel foglalkoznak. De nem szabad elfelejteni a civil szervezeteket, és talán leginkább ők azok, akik aktívan tudnak még ráhatni, mint az MTVS, mint a Madártani Egyesület, vagy még sorolhatnám, akár a WWF, bár ők sokkal globálisabban gondolkoznak meg a léptékben. Tehát azért nagyon sok olyan civil megmozdulás is van, amihez lehet csatlakozni. Gondoljunk csak a TESZED akciókra, amik Budapesten egyébként nagyon aktívan folynak. Tulajdonképpen ezek azok az intézmények, akik valamilyen szinten próbálják ezeket fenntartani, nagyon nehéz. Rengeteg olyan hatás van, vagy olyan ellenérdekeltség, amit hát az emberek nagyon sokszor nem tudnak elfogadni. Nem tudják elfogadni, hogy egy védett területen belül miért nem lehet tüzet rakni tűzgyújtási tilalom idején. Hát, mert fölgyullad az erdő. Vagy miért nincsen kiépített WC, étterem, stb. Meg mondjuk kiépített biakoló sétaút, mondjuk a Rákospatak mentén. Ezeket nehéz elfogadtatni, kicsit persze eltúzom. De ezeken a területeken nem ez a cél, hanem a természeti értékek fenntartása és a hosszú távú kezelése. És most már vége felé járok, csak egy-két szemelvényt szerettem volna bemutatni, hogy ne csak beszéljek ezekről a területekről, hanem megmutassam, hogy ezek milyen szépek. Illetve egy kicsit adjak tényleg egy kis ötletet, hogy hova lehet akár osztálykirándulni, hova lehet akár családdal elmenni. Például el lehet menni a Rókahegyre, ugye ott lehet látni egy hatalmas nagy lakótelepet, ez a Békás-megyeri lakótelep, fölötte van egy felhagyott kőfejtő, messziről egy kicsit olyan bizarnak tűnik, egy nagy tájsebb, de ez a Rókahegyi kőfejtő, Budapest legnagyobb kőfejtője, most már évtizedek óta a természet által uralt
regenerálódó élőhelyként lehet fölfogni. Egy nagyon komplex élőhely, nagyon jó kiépített kirándulóutakkal, tanösvénnyel, és rengeteg természeti értékkel. Május táján, ha az ember ide kimegy, akkor biztosan nem tud úgy eljönni innen, hogy ne lásson legalább egy-két orchidea fajt például, vagy mondjuk 20-30 madárfajt, amikor énekelnek folyamatosan a bokrosokban, illetve a sziklaperemeken. És nem messze onnan, a Rókahelytől talán 2 kilométer a légvonalba található a Mocsáros dűlő, egy olyan terület, ahova a Rókahegyről és a környező hegyekről az összefolyó csapadékvizek szépen megállnak, lelassulnak, és hatalmas nagy vizes, sekélyvizes élőhelyeket alakítanak ki. Sajnos nem tud olyan tartósan megmaradni itt a víz, mint ahogy az jó lenne, vagy ahogy a természet kívánná, és azért itt is vannak olyan lecsapoló árkok, vizes árkok, amelyek gyorsan elvezetik a vizet, de talán az elkövetkezendőben is sikerül egy nagyobb élőhely rekonstrukciós programot végrehajtani, és akkor ennek ellene lehet majd menni. És nagyon hasonló első körben a Tétényi Fennsík és a Homoktöv is, mind a kettő száraz élőhely, teljesen más helyen van a városban, az egyik a 22. kerületben, a másik Újpesten, ott látható is a megyei hídnak a két pillére. Eléggé hasonló a faj összetétele is, de tulajdonképpen az egyik egy mészkő alapkőzeten alakult ki, a másik pedig egy homok alapkőzeten, és tulajdonképpen emiatt egészen különleges élőhelyet alakítottak ki. A Tétényi Fennsík több mint 130 hektár, maga a védettség, egyébként ennél nagyobb a maga a fennsík, a Homoktöv is ennek körülbelül a harmada. Engedélye látogatható, de ide szoktunk például mi tavasszal ősszel élőhelykezelési akciókat szervezni, és akkor meg lehet ismerkedni vele engedélykiváltása nélkül is. És hát vannak vizes élőhelyeink is, sajnos ebben Budapest eléggé szegényes, de maga a Duna, az egész szakasz nagyon izgalmas, az egyik legjelentősebb vízimadár telelőhely a városban, illetve hát az országban, a városban mindenképpen a legjelentősebb. A felméréseink alapján a budapesti Duna szakaszon körülbelül olyan hidegebb időszakban 4-5-6 ezer vízimadár telel át. Ezek a fajok általában Észak-Európában költenek, vagy talán még messzebbről jönnek, és itt nekik ez már nyaralás tulajdonképpen, ez a mínusz néhány fok. És miután nem fagy be a Duna soha, legalábbis az elmúlt évtizedekben nem, ezért itt nagyon kényelmesen tudnak táplálkozni, pihenni vagy éjszakázni, és hogyha a vizes élőhelyek többi tagja, az állóvizek se fagynak be, akkor ott is jelentős vízimadár telelés szoktunk megfigyelni, de itt költés szempontjából is egészen különleges fajok látható. A 15. kerületben a Szilastó 2 évvel ezelőtt került védettség alá, ez az M3-as mentén van, ott van egy metró áruház, hogyha esetleg ismerős arra valaki, annak a rejtekében, annak a közelében található meg. Egy nagyon izgalmas, nagyon jelentős nádas területről van szó, és mellette egy erdőről. Illetve a Merzse Mocsán egy klasszikus, egy eléggé ismert élőhely, amely sajnos az elmúlt 2 év aszályos időjárása miatt most elvesztette a vizét, de hát ezért nem hívjuk Merzse tónak, ezért hívjuk Merzse Mocsának, ez természetes a területnek az élő, vagy élete szempontjából, néha kiszárad, utána újra föltelik vízzel, ez így van rendben. És hát lássuk akkor egy-két fajt, amiről már volt szó, a Homoktövis szerintem nem kell bemutatni, a sárga sapszög talán inkább, itt egészen nagynak tűnik, ez akkora ez a virág, mint a kis ujjam körme, tehát azért ezt nehéz megtalálni, főleg azt a 18 tövet, ugye, amiről beszéltem. Egyébként ez egy sikertörténet, ez a 18 tő, ezt azért el kell, hogy meséljem, mert pár évvel ezelőtt nekiestünk a Dunaipoly Nemzeti Parkos kollégákkal, és megtisztítottuk azokat a sziklai élőhelyeket, ahol ezek a növények élnek. Azt hiszem, hogy 3 évvel ezelőtt csináltuk ezt az akciót, akkor 12 tőről tudtunk, és a következő évben már 18 tő volt, úgyhogy ez egy jelentős százalékosan is kimutatható állománynövekedés volt, de még mindig a kipusztulás szélén áll. És vannak ilyen érdekességeink is. Szeretünk a madarak mellett elmélyülni a botanikai értékekben is, és látható, hogy több foltban is sikerült az elmúlt években megtalálni a pókmangó nevezetű orchideát. Ez egy fokozottan védett orchidea faj, eléggé ritka, a bangók között a leggyakoribb egyébként Magyarországon, de így is csak hát néhány tucat élőhelye van az országban. Megtalálható hűvösebb sziklai élőhelyeken is, megtalálható vizes élőhelyek közelében, kiszáradó láprétek mentén. Itt a fővárosban az elmúlt 10 évben 3 helyen találtuk meg. Előtte úgy gondolták, hogy kipusztult, és ennek egy különlegesebb, ritkább rokona a szarvasbangó, aminek tavaly került elő egy újabb állománya, ez még nincs is fönt a térképen. A második kerületben gyakorlatilag egy magánkert mellett egy másik kertben sikerült rájönni 100 tőre. Ugye 250 ezer forint egy tő értéke, tehát ez még pénzben kifejezve is elég jelentős érték, és az volt a különleges,
számunkra, hogy a második kerület itt tervezett egy játszótér kialakítást, és abban a pillanatban, hogy kiderült ez az állomány, hogy itt van, rögtön elköszöntek a területtől, és azt mondták, hogy akkor itt nem lesz játszótér, hanem egy mellette levő ingatlanon fogják megvalósítani. Ez egy win-win helyzet. És hát vannak ugye állatfajok is, ami különlegességet képviselnek itt a fővárosban, a kis színjátszó lepkének egy nagyon erős állománya van a fővárosban. Általában a dunai élőhelyek mentén nyáron találkozhatunk vele. Valóban olyan, mint a szimbátos autók, hogyha még így emlékeznek rá, hogy ahogy ráesik a fény, gyakorlatilag lehet kék, barna, lila, nagyon különleges. És van ez a körtefejű lény, a sisakos sáska, az egyetlen egyenes szárnya, aminek a tudományos nevében benne van Magyarország, ugye az Aquila hungarikáról van szó, amely a homoki élőhelyekhez kötődik, és szintén egész szép állomány van a fővárosban, és ilyen csúnyaságok is vannak. Egyébként szerintem gyönyörű, ez a bikapók, nemrégen három fajját szedték szét, olyan, mint egy madárpók, ez is akkor, mint a kis súlyörme, vagy talán egy kicsivel nagyobb. Ő nem sző hálót, hanem ő így a talajhoz szaladgálba vadászgat, és általában szintén ilyen száraz gyepekhez kötődik, sok helyen megtaláltuk az elmúlt években. Vannak nagy elsők is, amelyek a fauna szempontjából Budapesten kerültek először leírásra, fecskesirály, kalandrapacsirta, rózsáspirok, sövénysármány, olyan ritkaságok Magyarországon, amelyek egészen máshol költenek, vagy Ázsiában, vagy a Mediterráneumban, vagy akár Szibériában, mégis a tudomány számára először itt írták le Budapesten, tehát még ehhez is hozzájárul a főváros természetvédelem szempontjából. És hát vannak ugye olyan madaraink, amelyek valamilyen szempontból Budapest tekintetében különlegesek. A vörös vércse azért érdekes, mert a legnagyobb összefüggő populációja az országban az a budapesti. Kb. 100 párról tudunk itt a városon belül, nagy bérházakon, tornyokon, sokszor vagy több alkalommal sziklafalakon is találtunk költőpárokat, és megpróbáljuk költőládákkal is megtelepíteni, egészen nagy sikerrel. Gyakorlatilag ebben is egy nagy hatalom Budapest. És hát akár a Kerecsen Solymot is emlegethetem, ami sajnos az elmúlt években, köszönöm, ki költözött a városból, de azért még bejár és rendszeresen elkapja a városi galambokat. Úgyhogy ezzel a ritkaságokkal szeretném megköszönni a figyelmet, mert néha még pelikán is beesik a városban, 2012-ben a Dunára, nem az állatkertből, illetve hanem a Dunadeltából, illetve néha még úval is lehet találkozni, ez az Erkel színház mellett egy vérház kéményén került meg ez az ez a világ legnagyobb bagolyfaj. És a halássirály az pedig hát a most sokat szenvedett Krímfélsziget környékén költ, néha még ő is betekint a városba. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönjük szépen Zolinak az előadást, nagyon érdekes, meg tanulságos volt, és azt elfelejtettem mondani, hogy ha hozzájárultok majd, akkor mindenkinek az előadását el fogjuk tudni küldeni a résztvevőknek, és akkor minden információ meg lesz önöknél is. És akkor szeretném megkérni Nórát, hogy az Iskola Kertekért Alapítvány képviseletében, hogy ő is tartsa meg előadását, és ezt követően lehetőség lesz kérdezni majd valamennyi előadótól. Úgyhogy köszönjük, és akkor jön szó. És rögtön egy szervesen folytatom, mégpedig úgy, hogy csak szeretném mondani, hogy a homoktövis, az a homoktövis általános iskola kertjében is fel van tartva, és ott is nagyon vigyáznak rá, és szaporítják, és használják. Ez volt az átkötés az előzőhöz képest. Engedjétek meg, hogy én úgy készültem, hogy most általánosságban fogok az iskolakertekről beszélni, hogy egy kicsit el tudjuk képzelni, hogy ez hogyan is néz ki, mit is gondoljunk róla, hogyan találkozik itt a pedagógia és a természetvédelem, vagy az agrárium, vagy a kertészet, vagy szóval sok minden, hogy találkozik itt egyben, hogyan képzeljük ezt így együtt el. Erről fog szólni tulajdonképpen ez a kicsit bővebb, mint fél óra. Tehát mi is ez az iskolakert? Ez egyáltalán nem új fogalom, hogy hova nyúlik vissza, az igazából most nem annyira érdekes, de azt tudjuk, hogy itt hazánkban is a 70-es, 80-as években is még volt régről iskolakert, tehát még az én gyerekkoromban is volt iskolakert, habár nálunk speciális iskolában nem volt.
Tudjuk, hogy ezek azért általában egy ilyen viszonylag nagyobb területek voltak, ahol a gyerekek, a felnőttek, a pedagógusok segítségével valamit ültettek, azt gondozták, nyáron is fenntartották, aztán hazamentek. Tehát kapáltak, növényeket gondoztak, gyomokat írtottak, tehát a hagyományos paraszti gazdálkodást csinálták, és aztán ennyi volt tulajdonképpen. Manapság azért az iskolakertről már mást gondolunk. Tulajdonképpen a 90-es évektől kezdett el, de inkább már így az ezredfordulón kezdett el visszaszivárogni ez az igény. És hozzáteszem a pedagógusok részéről is, mert a pedagógusok, mint tudjuk, én is, keressük azokat a módokat, ahogy még hatékonyabbá tudjuk tenni az oktatást, még jobban fel tudjuk kelteni az érdeklődést a gyerekekben. Keressük a módokat, a praktikákat, a helyeket, a formákat. Ez az egyik oldal. Másrészt pedig a természet irányába való érdeklődés, az minden ember vonatkozásában elindult ez a folyamat. Tehát a szülők tekintetében legalább annyira, mint a pedagógusok tekintetében. Tehát így a felnőttek érdeklődésével általában is összeért ez a dolog. Tehát igazából azt kell, hogy mondjam, hogy most divatja van az iskolakertek létrehozásának. Gerhard Winkel a német iskolakerti mozgalomnak az egyik legkiemelkedőbb alakja. Ha van lehetőségetek még antikváriumban ezt a könyvet megszerezni, akkor ezt melegen ajánlom mindenkinek. Ő nagyon egyszerűen fogalmazta meg az iskolakerteknek a célját, ezt itt láthatjátok, és mi is azt gondoljuk, hogy ez a környezeti nevelésnek az egyik legfontosabb gyakorló terepe, a szemléletformálás a legfontosabb célja. Ezáltal azt gondoljuk, hogy az iskolakert az messze nem egy veteményes, mint ahogyan először gondolkodunk róla, ha bár kert a neve, hanem ez a pedagógiai rendszerünkben egy oktatási tér, egy oktatási eszköz. Körülbelül azt szoktam mondani, hogy olyan, mint a tornaterem, vagy olyan, mint a kémia labor. Ez egy természeti gyakorló terep, egy kültéri tanterem. Tehát valahogy ezt így kell elképzelni. De mégis mi az, hogy egy kicsit közelítünk, hogy mi is ez? Természetesen szükségesek hozzá a gyerekek, felnőttek meg kert, mint alapvető eszközök, de ezen túl kell az, hogy valamilyen rendszerességgel legyenek jelen ezek a gyerekek. Tehát például egy séta, vagy egy kirándulással szemben, itt annak egy nagyon nagy előnye, vagy azt mondom értéke van, hogy ez állandóan ott van, és a gyerekek állandóan ki tudnak menni, és részt tudnak venni az itteni bármiben is. És ez a rendszeresség az, amivel ők látják a változásokat, ami nagyon fontos, de nem csak a passzív szemlélői ennek a változásnak, hanem ők maguk a saját aktivitásukat is bele tudják tenni. Tehát nagyon direkt összefüggés van abban, hogy ők mit csinálnak, és annak mi a következménye. És ezt akkor tudják látni, hogyha állandóan, tehát heti, két heti rendszerességgel jelen vannak. És persze nagyon fontos az, hogy mi pedagógusok, amikor a gyerekekkel kimegyünk a kertbe, akkor tudatosan menjünk ki velük, tehát tudjuk, hogy mi a célunk akkor, amikor kimegyünk. Most éppen csak játszani akarunk kimenni, mert azt is lehet az iskola kertben, mert annak is van terepe, de ez a játék miről szól? Tehát ide nem labdázni megyünk, vagy éppen megfigyelni megyünk, vagy éppen dolgozni megyünk, de tudjuk, hogy ezzel az adott játékkal, ezzel a munkával, ezzel a megfigyeléssel mi a célunk. Ez nagyon fontos. Rengetegféle célt fogalmaznak meg a kollégák így országszerte. Van, aki a környezeti nevelést tartja a legfontosabbnak. Van, aki az ökológiai szemléletformálás, ezek természetesen összefüggenek, meg vannak közöttük átfedések. Van, aki azt mondja, hogy csak ne a számítógép előtt legyenek a gyerekek, meg ne a tanteremben, menjünk ki, aztán majd lesz valami. Van, aki azt mondja, hogy végre tanuljanak most már meg dolgozni, ott a szerszám, tanulják meg a kitartásra, neveljük őket. Van, aki ebből a szempontból kezd el iskolakertet kialakítani. Tehát látjátok, nagyon sok, ezeket nem mi találtuk ki, ezeket a kollégák jelölték meg, hogy miért szeretnének iskolakertet létrehozni, és láthatóan itt már egy csoportosítás van, tehát igazából a termelés és az önellátás felől
van egyfajta elmozdulás a környezeti érzékenyítés felé már, és tulajdonképpen a legtöbben azért mégiscsak ezt szokták megnevezni célként. Tehát sokféle dologra használhatjuk, és az, hogy mi éppen melyiket tartjuk a legfontosabbnak, az tőlünk függ, hogy mi mit szeretnénk leginkább elérni. Természetesen nem marad ez egy cél, tehát sok minden mást is társítunk hozzá, de azért mégis másképpen alakítjuk ki a kertet, meg a tevékenységeket köré, hogyha mondjuk egy mezőgazdasági pályaorientációt nevezünk meg célnek, vagy éppen az ökológiai szemléletformálást. És akkor tovább közelítünk, hogy hogyan is néz ki egy iskolakert. Most én nem, tehát nyilván valahol elkezdjük. Tehát valahol elkezdjük egy ágyás mentén, aztán majd ez szépen alakul. Itt én most már egy kialakult kertet próbálok elmagyarázni, vagy felvetíteni, hogy lássuk, hogy hova lehet eljutni. Ez az óvodának a kertje, amit az egyik kolléganő, egy tájépítész kolléganő tervezett. Azért az nagyon jól látszik, hogy a kertet akár iskolakertről, akár óvodakertről van szó, hozzáteszem, az iskolakertet gyűjtőfogalomként használjuk, tehát az óvodakertek is ebbe a kategóriába tartoznak. Habár én most időnként külön mondom, de ez csak a hangsúlyozás kedvéért, igazából az iskolakert fogalom az lefed tulajdonképpen mindent. Tehát amit mi fontosnak tartjunk, hogy ezt tényleg olyan kertszerűen alakítsuk ki. Tehát nem arról van szó, hogy az udvaron ott van két ágyás, és az az iskolakert, hanem hogy ezt próbáljuk olyan kertszerűvé tenni, ahova be lehet lépni, és ahol meg tudja élni az az adott gyerek, meg persze mi is, hogy ott van egy közeg, van egy természeti közeg, ahol nekünk dolgunk van. Tehát a határsávok nagyon fontosak lehetnek. Természetesen vannak benne munka területek, ezek az irányított tevékenységek, ahol konkrétan dolgozunk. A gyümölcsös, a veteményes, a fűszernövények is, a gyógynövényeknek, hát mindenek, meg persze a komposzttal is. Ezen kívül szoktunk hagyni olyan területeket is, ahol igazából nekünk nincs dolgunk, tehát aktívan nem avatkozunk bele, csak hagyjuk azt a területet és szemléljük. De hétről hétre szemléljük, és nézzük, és megfigyeljük, és aztán életkortól függően feladatokat tudunk hozzá társítani. És persze vannak olyan területek is egy iskola vagy óvoda kertben, ami ilyen közlekedő felület, vagy egy olyan kis terület, ahol össze tudunk gyűlni, ahol le tudunk ülni, ahol tudunk mesélni, ahol meg tudjuk beszélni a dolgokat, stb. Tehát az nagyon fontosnak tartjuk elkülöníteni az udvart a kerttől. Tehát az iskola udvart, az iskola kertől, és ezt körülbelül úgy képzeljétek el, mint otthon. Tehát a mi udvarunknak sem nevezzük talán minden részét kertnek, hát van kocsi beálló, meg van mindenféle hely, meg ilyen kis tároló, meg olyan kis tároló, de az egész mégsem kert. Van azért egy olyan kertrész, amit mi gondozunk. Hát az iskola udvarnak is azt a részét tekintjük iskola kertnek, ami egy kicsit külön áll az udvartól, és itt gyakorlatilag kis túlzással élve mindent a gyerekekkel csinálunk. De mi vagyunk érte a felelősök, és együtt alakítjuk ki azt a területet. Hogy használói, tehát hogy kik azok, akik az óvodakertbe kerülnek, iskolakertbe kerülnek, az is a tőlünk függ, a lehetőségeinktől, az adottságainktól. Van, aki egy szakkör formájában kezdi el, és egy mi kis csapat kezdi el kialakítani, aztán lehet, hogy végig is ők tartják a kezükben, de lehet, hogy aztán ez egyre szélesebb gyerekközösségre épít majd. Van, ahol egy-egy osztály kezd el iskolakertet kialakítani, mert éppen az adott tanítónő nagyon szeretne ezzel foglalkozni, ő elkezdi, aztán majd szépen bővül ez az iskola körében. Van, ahol csak az alsó tagozat, hozzám például csak alsósok járnak. Van, ahol csak a felső tagozat, mondjuk a technika tantárgyhoz kötődően használja ezeket. És van, ahol az egész intézményt bevonják ebbe, és ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy van egy bizonyos kert, és annak bizonyos kitalálják, hogy az aktuális első osztálynak mondjuk csak az a dolga, hogy az utakat
a közlekedő utakat szépen rendben tartsa, és ez nem a kapálás, vagy a klasszikus értelemben vett tisztántartást jelenti, mert kapcsolódunk természetesen mi is az előttünk szólókhoz, tehát a közlekedő utakat sem szoktuk letarolni, kikapálni, úgy kitisztítani, csak szépen rendezgetni, hogy mégis egy kicsit esztétikus legyen. Tehát lehet, hogy az elsősöknek csak ennyi a dolga, vagy szépen a járdákat kitakarítják. De viszont már a nagyoknak komoly feladataik vannak. És lehet, hogy az aktuális harmadik osztálynak mondjuk éppen a fűszernövénykerttel lesz mindig dolga. Az aktuális negyedik osztálynak mondjuk éppen a virágos kerttel lesz dolga. És ahogy így szépen mennek sorba a gyerekek 1-től 8-ig, mindenki végig megy mindenen, és minden évben valami másra fókuszál. Hogy hol alakítják ki ezeket az iskolakerteket. Itt most első körben olyan példákat hoztam, ami talán kevésbé szokványos. Az első szintén egy budapesti, nagyon sok budapesti példa van egyébként, és elmondanám, hogy nincs nagy különbség a budapesti és a vidéki iskolakertek között. Lényeges különbség nincsen. Az első közintézmény kertje, például a Budapest 17. kerületében egy régi elhagyott mozinak az udvarán alakítottunk ki kertet, tehát egy zárt kert. De orvosi rendelő kertjében is lehet kertet kialakítani, tehát nagyon sok ilyen művelődési házak, tájházak kertje is alkalmas lehet, mert egyébként nem nagyon szoktak vele semmit sem csinálni, tehát ez egy zárt és alkalmas hely lehet. Vidéken azért nagyon gyakori, hogy önkormányzatok adnak területet, akkor jó ez természetesen, hogyha az az iskola vagy óvoda mellett tud lenni közvetlenül, tehát nem kell hosszú időt tölteni, hogy oda jussunk. A templomok kertjét is sokszor használják iskolakert célra, klasszikusan gyógy- és fűszernövényeket szoktak itt termeszteni, mint például a csorvásiak is, és ők az egész évüket erre építik, a gyógy- és fűszernövényeket, egész évben van vele dolguk. Előfordulhat, hogy egy biogazdaság, hogyha közelben van egy biogazdaság, akkor oda csatornázódik be az iskola, hiszen az egyik legkényelmesebb. Az ő kertjében, mint például Zsámbokban is, az ő kertjében van egy elkülönített rész, és akkor ott tevékenykednek, és akkor egy ilyen nagyon jó kis együttműködés tud kialakulni. De magánszemélyek is szoktak felajánlani, például a Pirismaróton egy anyuka ajánlotta fel a saját kertjének egy részét iskola kerti célra. Na, de azért természetesen az iskola udvarán belül szoktak legnagyobb számban kerteket kialakítani, és erre van itt néhány példa. Kicsi udvaron is, nagy udvaron is lehet kicsi kerteket, meg nagy kerteket kialakítani. Lakitelken például akkora hatalmas az udvar, hogy ott nyilván egy külön kis kertrészt tudtak kialakítani kapuval, sövénnyel, tehát teljesen megérhető külön kis kertrész. A 19. kerületben Budapesten a belső udvaron alakítottak ki kis emelt ágyásokkal kerteket, de szépen berendezték ott maguknak, most berendezés alatt értem, hogy szerszámtárolót, a sarokban látszik egy ilyen kis lugasszerű, ott szállították a növényeiket, stb. A második kerület iskola udvarának a 99%-a burkolt, vagy lehet, hogy csak 93, de nagy százaléka burkolt. Egy kicsi kis szögletet találtak csak ott a fal tövében, ami nem volt leburkolva, de az is alkalmatlan volt igazából művelésre, tehát ott nincs más megoldás, mint magas ágyásokban gondolkodni, ők így alakítottak ki kertet. Pécelen például a kerítés és a meglévő tujasor közötti területet tudták kihasználni. Tehát időnként abszurdnak tűnnek a megoldások, de valahol elkezdik, és hogyha ez működik, és egyre nagyobb területet használnak, és egyre több tevékenységet tudnak hozzárendelni, akkor elkezd az iskola is másképpen gondolkodni, hogy hát ez ilyen jó, ti is szeretitek a gyerekek is, meg minden jól működik, akkor úgy alakítják, hogy mégiscsak lesz valahogy még egy kis terület, amit ők birtokba tudnak venni, vagy gondolkodnak alternatív megoldásokban. Még két példát emelnék ki, a Vecsési, a jobb alsó képen látható, szintén teljesen extrém példa, de működik. A Vecsési iskola hatalmas udvarral rendelkezik, itt is a legnagyobb százalék a burkolt terület, vagy műfű, vagy pedig aszfaltos burkolat, vagy járókő. Egyetlen nem burkolt terület a kukatároló volt.
A pokatárról körülbelül kicsit kisebb, mint ez a terem. Ez azt jelenti, hogy ott van elhelyezve két konténer, ahova gyűjtik a szemetet, mondjuk abba a sarokba, és az összes többi része egy rendezetlen bár, de mégiscsak termőfölddel rendelkező terület volt. A tanárnő ezt elkezdte el iskolakertként használni. Ez nagyon abszurd, de ha ott személyesen látja az ember, egy nagyon helyes, aranyos kis kertet tudta kialakítani, és azóta a kukás része is sokkal rendezettebb lett. Másik extrém példa, egy budapesti példa ott alul középen, ahol az iskola közvetlenül egy idős otthonnal szomszédos, és elég sok konfliktus volt a zajok meg a labdák miatt, és ezért az igazgató úgy döntött, hogy mint egy zajvédő fal, egy ilyen rendszert alakított ki a fal mentén, gyakorlatilag balkon ládákból lett ez a rendszer, és akkor ilyen csöpögtető rendszert alakított ki hozzá. Náluk ez lett az iskolakert. Tehát így kezdték, és aztán egy csomó mindent ehhez társítottak. Tehát rengetegféle megoldás van, kis helyen, nagy helyen, mindennel. És hogy mekkora a méret? Hát itt is nagyon tága, nagyon sokféle lehet. Nem annyira lényeges, azt gondolom, hogy mekkora az a kert. Lehet óriási is, mint látjuk ott a lapaján, a szarvas iskolának, ami elképesztő nagy kertje van. Ők ezt szeretik, egy alföldi helyen, alföldi iskola, a szülők is mindig ezt csinálták, a pedagógusok is ehhez vannak szokva, nekik ez nem probléma, nekik ez a kert. Hát akkor hadd csinálják, jól csinálják, rengeteg mindent társítanak hozzá, a gyerekek bejárnak nyáron, ott teljesen jól működik ez. De nem kell, hogy mindenütt ez legyen. Tehát aki elkezdi egy kis raklapkerttel, és egy kis szakkörrel, vagy néhány gyerekkel, az is teljesen jó. És ez nem jelenti azt, hogy egyszer elültet bele salátát, és aztán utána készült, ennyi helyünk volt, és akkor Istenem. Nem, hát rengeteg mindent lehet ehhez is társítani. Minden sorban különböző salátákat kezdünk el beültetni, és már a diverzitás bejön, és már az egészségnevelés bejön. Elkezdjük nézegetni a színváltozatokat, elkezdjük mérni a növekedését, ebből grafikont készítünk, megnézzük a hőmérséklet változásával, a napfényt mérjük hozzá, tehát annyi mindennel össze lehet kötni ezt a csepp kis területet is, hogy igenis lehet tevékenységkört kialakítani hozzá. Tehát a méret nem lényeg igazából, és a lehetőségeinkhez kell mérni, tehát attól függően, hogy hány gyerekkel tudunk elkezdeni, és hány pedagógus tudunk bevonni. És akkor azt gondoltam, hogy ha már ugye iskola kert, akkor itt a pedagógiai vonatkozásokat emelném ki, és utána pedig egy kicsit így az ökokertészeti, tehát az ökológiai vonalról. Hát nézzük, mi is ez az iskola kerti pedagógia. Hát természetesen az a célunk, hogy az iskola életébe építsük be ezt az új nevelési eszközt, vagy az új nevelési teret is. Tehát egyáltalán nem cél az, hogy a kollégák bennmaradjanak, és utána ott dolgozgassanak benne. Egyáltalán nem cél, hogy a gyerekeket még tovább tartsuk benne az iskolába, azért, mert valami újat akarunk nekik mutatni. Az a cél, hogy a meglévő időkeretbe és a meglévő tantárgyi keretbe, vagy délutáni szabadulás keretbe tudjuk ezt az eszközt, ezt a teret betenni. Itt vannak például az ovisok. Nagykanizsai óvodából vannak ezek a képek, akik például természettudományról beszélünk, mert nyilván az adja magát a legkönnyebben. És a bal oldal bal felső képen a gyerekek éppen mulcsolják ott a növények alját. Nem történik semmi különös, nem magyarázunk nekik semmi különöset, de azt megtanulják, hogy ha betakargatják a földet, akkor kevésbé fog kiszáradni. Ilyen nagyon egyszerű dolgokat. A jobb oldali képen társnövényeket ültettek. Valahol megláttak egy büdöskét, egy ilyen bársonyvirágot, azt onnan kiemelték, és átvitték az ágyásukba védőnövénynek. Megtanulják, hogy a növények tudnak egymásra hatni, és ennek van jelentősége. A baloldali képen csalánt vágott,
kapnak, és készítenek belőle egy ilyen kondicionáló levet, és aztán azt permetezik ki. Megtanulják, hogy ők aktívan is tudnak tenni, mert igenis, ezek működő dolgok. Vagy például a jobb alsóképen tojáshéjat törnek össze, és aztán azt fogják ott kiszórni az egyes növények közé, csíják ellen. Az alsó tagozatban, még mindig természettudománynál tartunk, a környezetismeret most már nincsen, de természetismeret tantárnál nagyon egyszerű dolgok. Mérjük a talajnak a hőmérsékletet, mérjük a levegő hőmérsékletet, azt mérjük egyébként árnyékban is, meg napon is, ezt figyelgetjük, grafikont készítünk belőle, összehasonlítjuk a növények növekedésével, és következtetéseket vonunk le. És még mindig egy kapavágásra tettünk egyébként a kertbe. Tovább megyünk a természettudományokban. A debreceni Gönczi Pál általános iskolában éppen a tanár úr a forgónyomatékot meséli a fizika óra előkészítéseképpen az ásó használat kapcsán. Tehát, hogy hogyan érdemes ásni, hogy minél kevesebb energiát fektessünk be, és ez bizony forgatónyomaték. Ugyanez például a metszőolló vagy az ágvágó használatakor. Vagy például a talajban lévő hajszálcsövesség, vagy a talaj nedvesség víz tartalmának a megőrzése, az hogy függ össze a hajszálcsövességgel. Még tovább megyünk, talajvizsgálatok, talajméztartalmának a vizsgálata, pH mérések, ezek mind működő gyakorlatok, szintén a felsőkép a debreceni iskolából való, vagy a homoktövis iskolából baloldalt, a színanyagokat vonnak ki, vagy a csongrádi iskolában a borsó fehérje tartalmát mutatják ki. És az iskolarendszerben vagyunk, az órákba beépítve. A biológiában ott a morfológia az adja magát, a rendszertan az adja magát, a magfogás által szintén megtanulhatunk egy nagyon sok mindent az adott növényről. Megtanulhatjuk például, hogy a brokkolinak tulajdonképpen a virágját tesszük, mert ezt biztos nem tudják a gyerekek, meg sok más mindent sem. Megtanulhatják az egylaki és a kétlaki növényeket a gyakorlatban, és itt megint a homoktövisnek bizony nagyon fontos szerepe van ilyen szempontból is a kertekben. Vagy nézzük a földrajzot, ahol a térképeknek nagy szerepe van. Tehát már azáltal, amikor ők vetési tervet készítenek, akkor ők előtte azt megrajzolják. És azt bizony el kell helyezni egy térképen, egy vaktérképen a saját rajzok mentén. Vagy amikor vaktérképen, a balalsóképen, szintén egy budapesti kertben tájékozódnak a kertben, megkeresnek egy adott növényt a vaktérkép alapján. Vagy a felsőképen, ahol a talaj eróziót tanítja éppen a tanárnő, mulcsozott, zöld, trágyázott, illetve csupasz felületen nézik a gyerekek a víz hatását. Matematika. A Jászberényben egy nem friss, tehát egy kicsit lejárt szavatosságú magoknak a csirázási képességét kezdték elnézni a gyerekek. Hozzáteszem egy egyében, tehát sajátos nevelési igényű gyerekekről van szó, és 100%-ot számoltak belőle. Cegléden a gyerekek különböző fűszernövényeket tettek egy tárcára, körbejárták az iskolát, és a tanárokat megkérdezték, hogy kinek melyik tetszik a legjobban, már melyiknek az illata. Ezt jegyzetelték, grafikont készítettek belőle, és már is itt vagyunk szintén a matematikánál. A debreceni példában egy magas ágyásnál az ülepedett földet szeretnék visszatölteni, azt számolják ki, hogy mennyi földre van szükségük ahhoz, hogy fel tudják tölteni. Jobboldali képen szintén budapesti példa, ott pedig mérik ki az ágyásokat a gyerekek. Anyanyelvi nevelés. Csongrádon egyszerűen csak körbevezetik az odaérkező gyerekeket, az iskolakertes gyerekek, és mesélnek a kertről. Vagy éppen a szomszédoknak készítenek egy levelet, mesélve arról, hogy náluk mi történik. Idegen nyelv óra, egy 1 méterszer 1 méteres területet jelölnek ki a kertnek bármely pontján, és hogy itt is csak annyi a dolga a gyereknek, hogy az adott nyelven, lásd angolul vagy németül, leírja, hogy tegyük fel 10 perc alatt, hogy éppen mi történik.
A vizuális kultúrának szintén tágtere van, tehát itt a díszítés, a gyerekesebbé és a kedvesebbé tenni a kertet mentén jön be ez a tantárgy. A technika és a tervezés tantárgy, a barkácsolásával, a feldolgozásával kiszolgálni tudja leginkább a kerti munkát, illetve a feldolgozásban tud nagyon sokat segíteni, óvisoknál, iskolásoknál egyaránt. 8. második fél évében vannak a gazdasági ismeretek. Nálunk ez a kertbolt kapcsán szokott így előjönni. Mi azokat áruljuk leginkább, nem amiket megeszünk, mert abból sosem elég, hanem a szaporulatokat, tehát palántákat, vagy megtanuljuk, hogy bizonyos növényeket hogy érdemes szaporítani, lásd tőosztással, ezeket becserepezzük, vagy fűszernövényekből vágunk le, és aztán ezeket áruljuk, vagy a magfogásainkból árulunk magukat. Nagyon hasznos ismereteket szereznek általa, rettentesen szeretik árulni, a bevételt pedig megbeszéljük, hogy mire használjuk, mert bizony szükség van pénzre, akárhogy is próbálunk spórolni, de időnként például a szerszámokat pótolni kell. És azért itt is van házi feladat, nem olyan hagyományos, mint ami az összes többi tantárnál, viszont más, egy kicsit másfajta is, mert hiszen felelősséget kell vállalniuk a hazavitt dolgokért. Ez egy más típusú gondolkodás, és egy kicsit hosszabb távú is talán. És hogyha a módszertani részét nézzük még mindig a pedagógiai oldalról, hát itt a gondolkodtatásnak számtalan tárháza van, állandóan ezt csináljuk. Kimegyünk, észreveszünk valamit, hát itt meg mi történt? Hát ez meg miért van? Mik ezek a nyomok? Ki járt itt? Milyen következményei vannak ennek? Az a sárga rovarcsapda hogy működik? Mi kell ahhoz, hogy működjön? Stb. Már beszéltem arról, hogy itt ugye direktben megtapasztalják a munkájuknak az eredményét. Megöntözöm, ez történik, nem öntözöm, az történik, bemurcsozom, ez történik, mélyre ültetem, azt, stb. Nagyon direkt összefüggés van, és nagyon nagy szükségük van a gyerekeknek ezekre a direkt összefüggésekre, hogy lássák, hogy amit csinálnak, annak mi a következménye. Tágtere van a saját megoldásoknak, a baloldali képen, hogyha hagyjuk őket kibontakozni hozzánk teszem, de hát hagyjuk őket, a baloldali képen a gyerekek maguk építettek ki egy ilyen kis hűtő kamerát az italuknak a földbe, a jobboldali képen a homoktövis iskolába pedig egy saját kis fólia sátrat építettek ott a veteményüknek. Tehát pontosan ez a cél, a kreativitás, hogy gondolkodjanak, hogy lássák, hogy miért van. És a személyesség szintén nagyon fontos, azt gondoljuk, tehát ha nevet adunk a kertnek, hogyha egyes területeket a gyerekek el tudnak maguknak nevezni, mint itt ezen a képen három gyerek kijelölt magának egy területet, az az érzelmi töltet, ami ezzel jár, az megalapozza az ott létüket. És akár egy születésnapnak a felköszöntése rengeteg élményszerű pillanat tud lenni. Hozzáteszem, már a kialakítással is tudunk játszani. A bal oldali egy ajkai óvodakert, ami ilyen játékosan lett kialakítva. És az együttműködések itt szintén nagyon direktek tudnak lenni. Tehát nem megy másképp ezeknek a karoknak a kifeszítése, csak hogyha együtt csinálják. És nagyon fontos, hogy itt a tanárokkal is együtt tudunk dolgozni mindannyian. Tehát éppen egy nap a szalót visznek együtt a tanárokkal, de nem csak a tanárokkal, hanem a szülőkkel, meg a tesókkal is. Tehát ez egy olyan jó terep arra, hogy így kicsit kinyissuk az iskola kapuját, és egy kicsit lazább, barátibb módon legyünk együtt. És nagyon sok projektet tudunk is az iskola kertre szervezni, hiszen egy egész vegetációs időt tudunk itt beépíteni, sőt, még azon túl is, mert hogy még a telet is. Egyetlen egy példa, fűszernövények szárítják a fűszernövényt, budapesti iskola, szárítják a fűszernövényt, aztán vagy kis teás filtereket készítenek belőle, vagy bezacskózzák, vagy éppen levendulás fürdőgolyót készítenek belőle. Le. Még a rajzórán csináltak hozzá egy logót is maguknak, megrajzolták, és árulják az iskola kert napon. És akkor még egy kis nézzük, hogy hogyan is néz ki ökológiai szempontból egy ilyen iskola kert. Tehát ami a legfontosabb, hogy itt rendszert tudunk tanítani nekik. Tehát állandóan ott vagyunk, és láthatjuk, hogy ez az egész egy rendszer, ahol minden mindennel összefügg,
és ahol nekünk értelmező jelenléttel kell lennünk, tehát a gyerekeknek is valahogy tudatosan kell jelen lenniük a kertben, hiszen állandóan gondolkodtatjuk őket, és akkor fogják meglátni az összefüggéseket. És nincs mese, itt kizárólag ökológiai kertművelésről tudunk beszélni, ha csak az egészségügyi részét nézzük, tehát vegyszernek ugye nincsen helye gyerekek közelébe, de természetesen nem csak ezt a részét nézzük, hanem tudjuk, hogy környezeti szempontból sem szabad vegyszereket használni. És akkor nézzük, hogy mi az, ami egy pár gondolat még kicsit jobban fókuszálva az egyes területekre. A talajvédelem az itt sokféle, több ponton is meg tud valósulni, már csak az ásóvilla használatával is, amit nagyon, nagyon szeretünk, amivel folyamatosan lazítani tudjuk a talajt, anélkül, hogy forgatnánk. Szintén budapesti példa a jobb felső, ahol egy trágyaprizmát építettünk a gyerekekkel, és látták, hogy a trágya maga igazából hogyan készülődik, tehát hogy hogyan lesz az odahozott kupacból egy olyan földszerű anyag, amit aztán be tudunk majd forgatni, tehát ő előttük, és ami aztán hozzájárul a termőképességhez, a vízmegtartó képességhez, stb. És hogy a mulcsozásnak milyen rettenetesen fontos szerepe van, ezt ők így meg gyakorlatilag megtapasztalják, de ugyanígy a vetőmagok szerepe is, hogy bizony a vegyszermentes, tehát nem csávázott, nem kezelt vetőmagoknak milyen szerepe van. Ez még így az agrárium területe. A vízgazdálkodást is több fronton tanítjuk, nem csak a vízgyűjtés, ami természetes, hanem a helyes öntözés, hogy hogyan tudunk helyesen öntözni, takarékosan, hogy az mindenkinek jó legyen. Szintén itt szerepe van például az ásóvillának, szintén a komposzt használatnak, a mulcsozásnak, tehát ezek sok helyen visszatér például a mulcsozás, de hát az egy ilyen varázs dolog, ami sok mindenre jó. És megtanulják, hogy a gyomokat nem írtani kell, hanem szabályozni, mert a gyomok maguk is bizony élőhelyek, ezek már itt elhangoztak. Tehát ezen a példán, vagy ezen a képen igazából azt szerettem volna mutatni, talán kevésbé látszik, hogy az utakat sem tartjuk teljesen tisztán, tehát nyilván nyírjuk valamilyen szinten, de gyakorlatilag azt is élőhelyként kezeljük. A növényvédelemre is koncentrálunk, tehát növényi kondicionáló leveket készítünk, megtanulják a gyerekek, hogy bizony, mint ahogyan mi is különbözőek vagyunk, a növények is különbözők, őket sem lehet akárhová ültetni, mert nekik is vannak igényeik, ők is élőlények, ezt is megtanuljuk. És az állatvédelem természetesen, de erről már nagyon sok szó hangzott, úgyhogy itt csak egyetlen egy dologra szeretném a figyelmet felhívni. Az én tapasztalatom az, hogy nagyon helyesek, nagyon jók az általunk készített, úgymond mesterséges, idézőjelbe teszem, ilyen védőhelyek, de szerintem tudatosítani kell magunkba, hogy ezek fontosak, azért látsz például egy ilyen rovarhotelt, hogy demonstráljuk ennek a fontosságát, de figyelnünk kell arra is, hogy a természetes helyeket is megtanítsuk a gyerekeknek, hogy igazából az a rovarhotel, mert egyébként nem tudják. Ennél a példánál itt, pont ez itt a kertünkben van, az egyik osztályon ezt megcsináltuk, majd jött a másik osztály, és kérdeztem, hogy na mi ez? Hát itt ez ott egy rovarhotel. És ez a fatörzs itt, ez a korhadó fatörzs, hát senkinek fogalma nem volt, ez mit kereshet itt. Végül az egyetlen ötlet az volt, hogy tartsa a rovarhotelt. Tehát, hogy most ezt azért meséltem el, mert szerintem ez egy tipikus dolog, hogy egy dologra koncentrálunk, ami persze nagyon jó, mert demonstráljuk vele a fontosságát, de igazából a természetes megoldásokra is nagyon kell törekednünk. Hát a diverzitás, az azt gondolom, egy iskolakertben abszolút meg tud valósulni, és nem csak azért, mert növények, állatok és mi magunk emberek is, hanem hogy a különböző növénycsoportok meg tudnak itt jelenni. Tehát a szántóföldi növényektől a teljesen különlegesség minden, és egy növénycsoporton, vagy egy fajon belül is nagyon sok fajta. Tehát a diverzitás, a különbözőséget, a sokszínűséget csak egy egyszerű paradicsomon keresztül, fekete, fehér, kicsi, nagy, körte alakú, nem tudom én milyen alakú, ezt igenis meg tudjuk mutatni a gyerekeknek. Utolsó, amire szeretném felhívni a figyelmet,
hogy az Iskola Kettekét Alapítvány honlapján nagyon sok szakmai anyagot találtok, nagyon sok filmet is, különböző iskolakertekbe bele lehet kukkantani az ő működésükről, óvodakertek is vannak, és iskolakertek is, szerintem érdemes felkeresni, illetve működik egy iskolakert hálózat Magyarországon, tessék, tehát működik egy iskolakert hálózat Magyarországon, ami azért működik, hogy mindazok, akik valahol belefogtak, lásd mosti belefogtok egy ilyen projekt vagy egy program kapcsán, és amikor már elmúlik a program, a projekt, és már nincs az az erős, intenzív segítség, amit egy program tud biztosítani, utána sem maradtok egyedül ezzel a feladattal. Tehát itt ez a hálózat gyakorlatilag egy szakmai közeget biztosít, mindannyian pedagógusok vagyunk, akik működtettük a kertjüket. Szerintem érdemes fölvenni a kapcsolatot, és belépni a hálózatba, semmilyen kötelezettséggel nem jár. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, és hát nem csak ezt kívánjuk mindenkinek, hanem azt is, hogy minden pedagógusnak is legyen iskolakertje. Köszönjük szépen, Nóra, igazán szerintem kedvet csináltál mindannyiunknak az iskolakerthez, és nagyon köszönöm mindenkinek a figyelmét, és most jutunk oda, hogy önök is, ti is kérdezhettek előadóinktól, illetve az online becsatlakozók is megírhatják a kérdéseiket, és akkor azt így feltesszük így az előadók számára. Nem tudom, hogy ki az első, aki szívesen kérdezne. Ezt szeretném megkérdezni, arra van lehetőség, hogy az iskola kapcsán, vagy így a program kapcsán, mert még nem tudom, de végül is, hogy így helyszíni számít tartottuk, és akkor kijöttök meg, hogy esetleg mi ott mit tudnánk csinálni. Nem. Például nálunk nagyon sok a puszta föld, meg a beton, és egy terület van, amit nagyon jó is alkalmas, most az leveles is meg minden, de oda nem lehetnek a gyerekek. Úgyhogy, de amúgy a kitalkozódik, az nem tudom is többnyire, tehát nem lehetőség, amire nem. De hogy így erre van-e lehetőség? Van lehet dolgozni. Én nagyon szívesen kérdésem. Hangosabb elég. Én nagyon szívesen kérdésem. Jó, szuper. Akkor a e-mailben lehet keresni. Jó, köszönöm. További kérdés. Jó. Olyan benne megfogalmazódott egy kérdés, ha már a magyarul és a köveimben, hogy mi óvodából érkeztünk egyébként, magában rendben oda vagyunk, és hogyha szeretnénk kibővíteni a gondozó tevékenységet, illetve egy-egy olyan érdekesebb programot szeretnénk szervezni, kivel lehet fölvenni a kapcsolatot a Modertani Egyesületnél, vagy ki az, aki segíthetünk ilyen dolgok megvalósításában. Kicsit visszakérdeznék, hogy kifejezetten a Madárbarát óvoda jelenlegi programról lenne szó, tehát ami ott van az intézményen belül, vagy az ott esetben mondjuk külső levesség a területen. Hát egy irányulás, mondjuk egy Budapesti Végesetben. Egy kinti délelőtt, akár egy ilyen délelőtt tevékenységben foglalt kirándulós délelőtt lehet. Hát hogyha a ilyen jellegű, vagy még védett területi Budapesten belül, és ezt meg akarja tekinteni a csapat, velem, hogyha esetleg valamilyen kifejezetten olyan oktatási tevékenység, ami az intézményhez kötődik, tehát ahova jó, hogy esetleg pedagógus végzettségű kolléga megy, akkor a Bordán Katalinán felfogadni a kapcsolatot, de én megadom a végén az előkezésre. Köszönjük, hogy a jellegű programok között a tárgyalán Budapesten. És még egy, ha már így a túlából, olyankor terepi vezető képzés. Szerintem az MTVS az érdemes kapcsolódni, mert azt mondjuk, hogy csinálni. Korábban volt ilyen, most jelenleg nincs, de így elképzelhető, hogy lesz a későbbiekben. Mi nem tartunk, viszont túrát ezt rendszeresen tartunk, ha nincs egy olyan tárgya pandémia, tehát mi általában Budapesten belül, meg az agglomerációban havonta tanítás igazítva
körülbelül 2-3 programot tartunk, aminek a nagy része túra, vagy legalábbis valami intenzívebb, aktívabb interés, tevékenység, ez főleg a fővároshoz kötődik. Mi agglomerációban is menjünk, de viszonylag ritkában, hogy a országos szervezet vagyunk, de most Budapestről beszélünk, szerintem erre koncentrálunk. Nyáron ritkábbak a programok, viszont akkor szoktuk szervezni a 16. kerületben egy 3-7-es madárgyűrűző tábort, amit lehet látogatni bárkinek, tehát ott van egy kis személyzet, a naplástómán, és ki lehet jönni reggeltől estig bármikor tűzését, vagy bármi ilyesmi. Van egy levelező listánk, majd azzal kapcsolatban is akkor a végén megadott az elérhetőséget, hogy lehet próbálni. Még kiegészítve azt, amit a Zoli mondott, a korábbi években a fővárosi önkormányzat környezetvédelmi alapjának a támogatásával készültek olyan ilyen füzetek, ahol egy-egy területet viszonylag részletesen megpróbálunk bemutatni, úgy, mintha valaki mondjuk egy iskolás csoportot kivinne, tehát hogy vannak jó háttéranyagok, hogyha valaki. Ez a honlapunkon elérhető, tehát így szabadon használhatott, csináltunk sok területről, nem csak leírást, hanem akár egy ilyen ellenőrző kérdéssorokat, vagy játékos feladatokat dolgoztunk ki hozzá. Tehát ezek is hozzáférhetők is adott esetben, hogyha van egy lelkes pedagógus, aki szívesen utána néz úgymond egy-egy területnek, akkor szerintem tehát teljesen saját maga is be tudja mutatni azt a területet. Tehát a honlapunkon ezek fenn vannak, szerintem egy 8-10 területről, vagy most nem tudom el pontosan hányról, de itt budapesti helyi védett területekről készültek ilyen ismertető füzetek. Van egy olyan kérdése, hogy ha valaki nem került be a programba, az neki később lesz rá lehetőség? Most igazából, ugye, ahogy a Zsuzsi elmondta az elején, eléggé nagy túljelentkezés volt. Igyekeztünk minél több intézményt valamilyen tevékenységgel, tehát minél több helyszínre szerettünk volna eljutni, tehát ez volt a célunk a kiválasztás során, de azt gondolom, hogy tehát folyamatosan azt látjuk, hogy erre van igény az óvodák, iskolák részéről. Mi magunk is nagyon szívesen megyünk, tehát ez a tevékenységeinknek egy ilyen nagyon kedves része, amikor így látjuk még a csillogást a gyerekek szemében, amikor egy ilyen zöldítő foglalkozást csinálunk. Azt reméljük, hogy lesznek olyan pályázati lehetőségek, ahol tudunk újabb forrás szerezni erre a típusú támogatásra, tehát tényleg így ősszel is volt, az elmúlt ősszel. Most ugye a fővárosi önkormányzat támogatásából van tavasszal, de így ezt folyamatosan mi magunk is így keresünk forrást rá, úgyhogy remélhetőleg így a következő szezonban, tehát hogy őszre is találunk majd valahol forrást, és akkor újabb helyszínekre el fogunk tudni majd jutni. Nem tudom, hogy valakinek van-e még kérdése, akár itt helyben, akár az online résztvevőinknek. Mert hogyha nincs, akkor én megköszönöm mindenkinek itt a lelkes figyelmet. Thank you.